6 óra 8 perc. Igen, sokan írják, általában ezzel az időponttal kezdünk. 6 óra 8 perc, valamikor belecsúszik a 11-be, teljesen mindegy, erre nincsen szabály, meg hát ugye mindig, az nem igaz, hogy mindig, de megvárjuk olykor a zene végét, és aztán így alakul. Laci, jó reggelt! Jó reggelt, szia, bocsi! Gyuri, te is megjöttél, jó van! Szia! Hello, hello, Anett, szia! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Na, a hétvégé kinek hogy telt? Ó, remekül dekorációs tevékenység volt. Ablakban világítás, minden gyönyörű. Kis gyertyák, kis angyalkák, kis szarvaskák, mindenhol. Nem mondod. Én is csináltam. Mondjuk én nem ennyire cizelláltam, csak fényfüzér a nappaliba, de van. Úgyhogy ez is jó lett, igen. Persze. És ez családi programként, vagy te... Nem, ezt önállóan kellett, mert ilyenkor mindig kiderül, hogy a májusban leszedett világítások, azok a decemberre elromlanak. Hát tényleg? Nem... Én mindig kint hagyom. Ja, fönt van egész évben? És hát egyébként kinti, nem, mert bent nincsen, kintiek vannak, van egy itt valami tuja vagy fenyő körül, ilyen színes, akkor van egy ott, aha, a Nóri erkélyén, akkor van egy másik erkélyen, mi van még, a fa körül ott van egész nyáron, azt te is láttad, az is karácsonyi. De nagyon jó cuccokat lehet már kapni. És van még az a kapu, amin ott átmész a kert felé, ott is van egy, azt most vettem. Na, azon, az is fullon van. És kibírják egész évben ki? Persze, hát kültéri, outsider. Igen. Ami nem, ez, nem a megfelelő szó, de mindenki. Jöhet a hó, a fagy, az világít. Szóval, igen, na és várjál, és Mikulás kihez jött? Nálunk volt. Igen? Nálunk járt a Mikulás, persze. Azt mondta a Móricz, hogy ez körülbelül megint 6 emberrel, elég, pedig most már évről évre csökkentjük, mert általában én szoktam megenni ilyen januártól júniusig tartó időszakban a csokikákat, de mondta, hogy ez is 6 emberrel elég lesz. Na, rendes Mikulás volt. Nálad, bocsi? Hát nálam jött a Mikulás a lányomnak, igen. De jó. Igen, jött. Ú, meg tényleg igazad van, az olyan csoki mennyiség, már nem tudtuk bepakolni, ott van a kamrámban ilyen csoki kosár, és az most fullon van. Hát én úgy veszem a csokikat eleve, azokat a Mikulásokat, amiket szeretek. Tehát én magamnak vásárolok, mert tudom, hogy nem nagyon piszkálják. Egyébként igazad van, én is így veszek, mert... de hát nagyjából egyforma az ízlésünk, de egy ilyen... Na mindezt, ezt nem mondhatom a márka nevét, amit nagyon szeretek. Tudj, ugye, amit nagyon szeretek, és nagyon finom, és úgy olvad a szájban, és svájci. Hát ezek után menne. Ami minden pénzt megér. Nem mondhatom el. Ezek után a világ legnagyobb promóját csináltad, meg neki már nem mondhatom. Elmondhatom a márka nevét? Nem. Azért, hogy mások is ezt a tapasztalatot átélhessék? Igen. Hm? Boldogságot. Hogy hülyeségből ne vegyenek rossz csokikat, hanem azt az egyet vegyék? Tejbe vonom nem, na, mondjuk a nevét egyszerre, jó? Nem mondjuk. Na gyere, egy szótag, na. Én nem is tudom. Nem is tudod? Nem. Hát nem tudja. Nem tudja. Én erre tippeltem. Az aranycsengősre gondolsz, ugye? Én sem tudom. Mire gondolsz? Aranycsengős a kis piros. Azt nem mondhatom el, mert beazonosítható lenne, és a Gyuri azt mondja, a beazonosítható egy termék, akkor az már sajnos. Ugye ez Laci pengélyen táncol. Ajaj, nagyon óvatosan. Annyit mondhatunk, hogy belebuksz, csokoládé. Belebuksz ebben most a csoki ügybe. Anett ki akarja találni. Egy, kettő, hát, nem mond. Ne szegjél törvénytesen. Jó, rendben, nem fogok. Egyébként a túlcsordul a csoki kosár, mi tudjuk fogadni a barátaimmal. Tehát itt vagyunk Laci és Anett is, szóval... Persze. Jó, nem, hát ez úgy van, hogy először, mint ahogy a Lacinál is, először várok. Tehát, hogy a Nóri most bespájzolt, és akkor az azért fogyogat, tehát nem úgy van, hogy nincs hozzányúlva, az azért fogyogat. De hát azért eljön valamikor az ideje, amikor úgy gondolom, hogy az már szabad préda. December 8. Nem. Mint a tanártárgyaknál, amit le kell adni a jegyzőnek, és akkor utána a jegyző majd egyszer kiadja. Pontosan. Igen. Azért kellenek ezek a kis ilyen zacskós kicsi cuccok, mert akkor abból nem látja a gyerek, hogy mennyi fogyott. Ja, na, várjál, SMS-ek van a kavargó szélben, falevelek tánca, nem csituló járvány nehezedik a válra. Előttem a kávém is sosem esne jobbkor, hisz halmozom az élvezetet, kezdődik a bocskor. A McLaren-es írta. Ez igen, és hát ha már McLaren-es, hát megérkezett az ernyő, nagyon szépen köszönöm. Itt van már a jó kis bocskor ernyő. Igen, most azon itt elmélkedtünk a Gyuriékkal, hogy neked bocskor ernyőt ígért a McLaren-es, vagy lovász ernyőt? Bocskor. Én úgy emlékszem, hogy bocskor ernyőt, igen. Most én mit mondjak? Ajándéklónak. Nem, jó, én is hát lovászra figyelj. Emlékszem, de bocskor lett belőle, de most már nagyjából nekem mindegy, én, hogy többször, valamimre... Többször írta, hogy bocskor ernyő, én erre emlékszem, igen, lehet, hogy szerintem bocskor logós. Lehet, most, hogy igaz. Nem, Kinga is most már nekem egyébként a ruháimba a bocskort hímzik, tehát hogy mindegy. Na minden, nagyon közük, brutál jól néz ki, és most irigyelünk is, nem? Hát jó, neked van egyedül ilyen brutál bocskor ernyő. És most már Annett bármikor mondhatja, hogy legyen nálunk ernyő, lesz. Ott lesz a kocsiban. Úgy érzem, el is akartam kérni az ernyődet, de nem adod. Nem én. Na, aztán mindenki verset ír ma reggel. Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban, Anett járkált strandpapucsban. Hű, gyerekek, a galaxis és a strandpapucs az összejött. Veszélyes lett, belelépsz egy csillagba. Igen.
Laci Gyuri összerezzent, ha az Anett belekezdett. Bocsi szólt, hogy elege lett, 6 órakor belekezdett. Én, Anett is, én is mind a kettő. Oké, elnézést a rossz versét, hajnalban erre tellett, csak jó reggel. A Krav Maga edző írta. Oh. Az ő kérges tenyerével. Igen. Örülünk, hogy eltalálta a betűket. Így, jó. Nem, figyelj, ilyen figyelj. Mondatért pofán vág, és elveszi a pisztolyot. Nem, arra gondolok, hogy a nagy edzésben tudod, nyilván ezek durvább mozdulatok, nem a finom motoros. Azért, mert valaki profi harcművész még értelmes ember lehet. Én a kettőt nem zártam ki egymást, én pont arról beszélek, hogy a keze, ami az erőhöz van szokva, nem biztos, hogy az apró betűket jól eltalálja, ennyi. Értem. Dobre Morgan Főni, The Golden Virgács csatornán láttam az este, hogy egy jó kampucsítónál nincs jobbkor a reggel, pedig de a bocskor üzeni Tonyó. Aztán megint vers. Vers Lacinak, hulla hó, mesebeli állam, télapó kis cicát sétáltat a kádban. Arra megy a juhász, mit csinálsz télapó? Éppen most mutat a helyi tévéadó. No, én azt megnézem, testvéred is itt van? Kicsikét berúgtam, reggel vodkát itta. Krampuszom, gyere csak, verd meg a vendéget, különben nem kapsz ma jó finom ebédet. Ez jó ez a vers, csak miről szól? Igen. Ez annyira szabad vers, hogy nagyon. Tulajdonképpen bármi. Ja, na és... Itt van az Árpika, hello Árpika, és jó reggelt, békemeteket, csirkemáj, burgonyapüré, jöhet a stáb, Depardieu a reménykedő. Nagyon jól hangzik. Anett megírta, bejött a hétvégi időjárás, elkezdhetünk hinni az előrejelzéseknek, egész hétre ígérnek csapadékot, de nem lesz hideg. Ma például még az ország egyes részein 12 fok is lehet. Budapesten 6-8 fok várható, és az esőt sem ússzuk meg, 9 óra magasságától lehet rá számítani a fővárosban. Igen, 9 óra körül, megnéztem a telefonomat. És kinek van egyedül ernyője? Nekem. Lacina. Jó, Lovász úrnak. Holnap többször látjuk a napot, de nem fog a hőmérő... Miért akarom ilyen versként olvasni? Nagyon hozzászól, ráálltál erre. Ráálltam erre a hullámzásra, igen. Tehát nem fog a hőmérő a mainál többet mutatni, sok izgalmat ne várjunk a hétre, legalábbis ne az időjárástól. Ambrus. Igen. Névnap van ma. Mm. 24 nap van hátra az évből már. És ma van a polgári repülés nemzetközi napja. Ezt csak azért mondtam, mert én szeretem a polgári repülést, és ma van az ördög égetés napja Guatemalában, amit te Q-val írtál, de én helyesbítek. Guatemala. Igen. Igen. Hogy Guatemala. Ez egy guatemalai népszokás, mert minden év december 7-én kerül sor az ördög égetés alkalmára az emberek a megtisztulás a gonosz előzése érdekében egyrészt ördögfigurákat égetnek el, másrészt száraz ágakat, papírokat és régi használaton kívüli tárgyakat. Tehát ez a lomtalanítás Guatemalában. Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve nem tud megbüntetni a közteres, hogy füstölsz, mert ördögöt égetek. Nem kell már ez a kredenc, dobjuk ki az ördögbulin, majd felgyújtjuk. Igen, a hűtőszekrény tetejére ráraksz egy kis ördögöt. Így. Pontosan. Gyuri, Pannonhalma. Oh. Azt mondja, Pannonhalma 4 fokos, 8 fok. Nem kell megkérdezni Pannonhalmát, mindenki tudja. Körben most 5 fokos, 8 fok lesz majd. Szentes 5 fokos, 9 lesz ott a csúcs, és Budapest 5 és 8 fok lesz. Gyakorlatilag mindenhol lesz kevés eső, ezt írja a Gyuri. Na, hát akkor nézzük a témáinkat, gyerekek. Ez egy, nem tudom, hogy szomorú, de valahol mégiscsak, nem tudom, én röhögtem rajta, de az a baj, hogy aki benne van ebben a sztoriban, annak hát nagyon az. Szomorú. Egy 86 éves bácsi feleségül vett egy 49 éves nőt. Jó, oké. A szerelemben nincsen határ, meg nincsen akadály, meg nem tudom, ezt szokták mondani. De az a baj, hogy aztán ráíratta erre a nőre, ugye 37 évvel fiatalabb, ráíratta a hát kb. 100 millió forintos vagyonát. És a család meg teljesen ki van bukva, és most próbálják utólag az apuka vagy a nagypapa beszámíthatatlanságát a bíróságnál elintézni, hogy hát ő nem volt beszámítható, mert gyakorlatilag a család semmit nem kapott, a nővit mindent. Hát pedig mindenki reménykedett nyilván, hogy most már azért a 86 éves nagypapa nem fog olyan sokáig élni, csak milyen lesz az a kis balatoni nyaraló. Ez nem a minden család érez így, mint ti, Laci, de azt gondolom, hogy ha nem is reménykedtek a halálában, de az, hogy nagypapa észnél van, és amennyiben szegény drága eltávozik közülünk, azért ami van neki és összegyűjtötte az életében, az csak a családra megy. Tehát, hogy a gyermekeire, az unokáira, ez volna a normális. Teszem hozzá, nekem is van egy ismerősöm, ahol a nagypapa meghűlt, és van egy fiatal, hát én nem tudom, hogy szeretője vagy sem, de gyakorlatilag minden pénzét, minden nyugdíját aha. viszi a nő, aki egyébként büntetett előétel életű. Tehát, hogy és nem lehet észhez téríteni az időseket. Az a baj, hogy én azt nem értem, és ezt is beszéljük majd meg, hogy gyakorlatilag nekik van a legtöbb élettapasztalatuk,
és mégis, mintha meghűlnének időskorukra, és mindenbe belemennek. Újra kamaszok lesznek, és szerelmesek, és ez nagy dolog, és az életben értsétek meg, utoljára vagyok ilyen helyzetben, hogy valakit szerethetek. És meg annyian, illetve hát nagyon sokan használnak ki idősöket. Gondoljunk bele, vannak ezek az eltartási szerződések, amelyek sok esetben nem teljesen tiszták. Persze. Akkor van olyan, hogy az ápoló, aki ápol egy idős embert, hirtelen ráveszi, hogy írd már alá ezt vagy azt. És ilyen sztorikat, hogyha tudnátok nekünk írni, akkor nagyon szívesen belevennék még ebbe a történetbe, mert tényleg rengetegen élnek vissza az idős emberek naivitásával. Ugyanakkor én meg bírom, olyan 86 éves papának van egy 25 éves szeretője. Tehát nekem ez tetszik, ez a kép, csak az a baj, hogy a család issza meg a levét ennek. Hát igen, de hát figyelj, te is nagypapa leszel, akkor még ez látszik, hogy mennyi remény van az életben. Így van, és akkor én nagyon nem szeretném, hogyha én nagypapa leszek 80-valány éves, és volna egy 30 éves bombázó barátnőm, hogy ti akkor ráüssetek a kezemre. De mi ott leszek a Gyurival? Gyuri, nem. Azt a kezed fogja egy másik kéz, és az az enyém lesz, bocsi. Ne, Gyuri, ez nem lehet. Hát adjál már nekem egy kis utolsó valamit. De inkább megoldjuk. De hát. Na mindegy, erről beszélünk majd, tényleg érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy a ti családotokban van-e ilyen hasonló történet. Ez az egyik, a másik pedig, hát ugye itt a családmodellről most nagyon sokat vitatkoznak, minden ország ezt másképp látja. Nálunk például ugye most a heteró család az a családmodell, ez van kimondva. Hát az a család, igen. Na jó, egyébként az a család, ez így van. Na jó, de most mit kezdesz azzal, hogyha heteró a család, de két apa van. Egy anya, két apa, egy gyerek. Tehát úgy bővül a család, hogy nem egyel több gyerek lesz, hanem egyel több szülő tulajdonképpen. Hárman viszik ugyanazt a feladatmennyiséget, ami van mondjuk egy gyerekkel. Így van, tehát gyakorlatilag minden úgy van, mint csak van még egy plusz apa. Érted? Apa, pont apa. Mondom, ha nem hallasz? Hallom. Még egy apa. Nem hallasz, és nem is olvastad az adásmenetet? Mi van veled? Hát te most csak így beestél? Nem, hát próbálok érdeklődő lenni, hogy a hírnek a további részleteit könnyen ki tud bontani. Ja, köszönöm. Engem kísérsz tovább a verbális utamon. Igen, fogom a kis kezed, mielőtt 86 éves lennél, és aláírnál hülyeségeket. Jó, oké. Na a lényeg az, hogy na ez milyen gyerekek? És ugye gyakorlatilag, mert ugye lehet azt úgy, nem tudom, megkérdőjelezni, hogy vajon a gyerek egészséges családban nő-e fel, de egyébként igen, hiszen ott van apa, anya, meg apa, anya. Nem, apa nincs, apa nem, csak apa, anya, meg apa kettő, anya. Tehát azt nem is tudják, hogy kitől van a gyerek egyébként. Szép. Neked nem mindegy, ha gyerek vagy, van két gyönyörű apád. Két gyönyörű. Végül is egyébként teljesen mindegy. Na, két helyről mondom. Kapom az apai örömöket, mármint olyan értelme, hogyha meglepetés, meg ilyesmi. Jó, ne kombinálj. Az apai örömöt az apa érzi. És tovább itt a téma. És ne engedd ezt, hogy az apa érezze ezt az örömöt. A meglepetésekre gondoltam. Értem, két Mikulás csomagot kapsz, ezt akartad mondani. Így van. Meglepetés. Jó, na erről a modellről fogunk majd beszélni, nagyon szépen, és 9 óra után viszont Vokci elindult. Ő most benne van a vásárlási sávban, vagy nincs? Benne van már, ugye? Igen, bőven? Ő teljesen jogosan megy ilyenkor boltba, igen. Hát 9 és 11 között. Ugye a 65 év felettiek mehetnek vásárolni, kizárólag. Aha. Aztán ők később vegyülhetnek 10 után a fiatalokkal, ugye? Pontosan. Igen. Tehát szedhetnek fel 25 éves nőket. Gond nélkül, ha azok bejönnek a boltba, amikor ők már benn vannak, akkor bármikor. Lehet, hogy a 49 éves nőnek is csak az volt a baj, hogy 9 és 11 között nem tudott venni magának egy energiaitalt, kellett valami. Nem. Összetalálkozott a férfival, és mondta, hogy nincs hol aludnia, és elment hozzá. Na mindegy, ez egy másik történet, de a Voga ugye az idősek vásárlási sávjában történt kalandokról szeretne mesélni, és jöjjenek a pénteki nap legjobb pillanatai. Ez pedig a szakításról szólt, mert hogy egy amerikai nő, aki nagyon megszenvedte a szakítását, erről írt könyvet, aztán tanfolyamot, aztán nem tudom mi, és most már tábora is van. A lényeg az, hogy szeretnék könnyíteni a szakítás utáni traumát, és erre van egy módszere. Bizony, táborokat szervez $2500, tehát hogyha valaki tényleg nagyon nehezen viseli a szakítást, akkor ő tud neki segíteni. Azon gondolkodtunk, hogy mi mennyire viseljük könnyen, de hát aztán a legnagyobb megoldást mégiscsak Bocsi adta. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 7:30 lesz pontosan 4 perc múlva. A szlovák lány írja, hogy a legjobb csoki, és az a helyzet, hogy eltalálta. Most akkor mi van, Gyuri?
Semmi. Jó. Ez még szabad. Ez a párbeszéd nagyon gyorsan befejeződött. Igen, nem tudok hozzátenni többet, ez a nagy csoki ügy. Ja. Na jó, akkor pénteken. Arról volt szó, hogy bizony szakítani nagyon nehéz, és hogy az hihetetlen trauma, mindenki másképp dolgozza fel, az ember akkor nagyon lecsúszik, de hogy mi a helyes út, a jó út arra, hogy ebből kikerülj, ugye? És erre van egy tanácsadó, egy amerikai nő, Amy Chan, könyveket írt arról, hogy kell átélni ezt a traumát, és egy tábort is indított. Amivel ő 2500 dollárt keres egyébként fejenként és alkalmanként, azon gondolkodtuk, hogy mi is kereshetnénk ennyi pénzt, hiszen olyan remek tanácsaink vannak nekünk is. Ez történt az előző adásban. Ugye gyakorlatilag a szakítás az egy olyan dolog, ami elkerülhetetlen az ember életében, és az egyik legnagyobb trauma, amit átélsz, nem? Hát azt szokták mondani, hogy hasonlatos a halálhoz, tehát hogy ilyen gyász folyamat jön utána. Így van. Na most így volt ezzel Amy Chan, ő egy amerikai nő, 38 éves, és abszolút saját tapasztalatból tudja, hogy mennyire nehéz, mennyire megviseli a szétválás, és most megtalálta a traumában a szépséget. Ő üzletet csinált ebből, képzeljétek el, hogy szakértője lett a szakítás feldolgozásnak, könyveket adott ki. Van saját szakembergárdája, táplálkozási, szerelmi függőség szakember, pszichológus, szexuális tanácsadó. Tehát minden van, és most tábort szervez azoknak, akik túlestek egy szakításon, és nem tudnak ezzel az érzéssel mit kezdeni. Ja, fogja a kis szakértői bandáját, és akkor tulajdonképpen egy ilyen szuper kezeléssel téged túltesz egy hétvége alatt ezen a dolgon. Pontosan. És most találtunk itt a szakítás könyvéből ennek a Chan-nek pár tényleg bomba tanácsot, és ezt egy picit vegyük végig, jó, hogy mibe kapaszkodhatnak az összetört lelkek. Ételkészítés, hát a fene tudja, az ember általában étvágytalan. Nem, Lacika? Igen. Te, ugye? Igen, egy darabig, igen, aztán eszek folyamatosan. Bocs, ne haragudj. Na. Szemét vagy, Kati, hogy itt hagytál, de itt ez a szendvics. Ami nagyon fontos, szabadulj meg az emlékektől, tehát fényképeknek, hátrahagyott pulóvereknek, régi születésnapi kártyáknak mind-mind menniük kell. Ha a lakás emlékeztet erre, akkor ugye azt rendezd át. Neked könnyű, ugye neked egy konyhaszéket kell odépteni, mert most úgy szokott, én múltkor láttam, hogy úgy van az asztalnál, hogy a függőleges irányból, de gyakorlatilag átteszed a vízszintes irányba, más nem olyan tudsz csinálni. Igen, meg maximum lepakolom a mosatlant róla, ennyi. Aztán a lakás átrendezés. Na, hogy vagytok az emlékekkel? Te ugye 40 éve szakítottál anyáddal. Hát valahogy így alakult ez a történet. Nekem volt olyan, hogy őrizgettem, mit tudom én, ilyen régi leveleket, ilyen szerelmes leveleket, de aztán amikor így nem tudom, hogy két év múlva visszaolvastam, akkor annyira banális volt az egész. Tehát akkor már annyira távol volt a dolog. Tehát meg tudod tenni azt a mozdulatot, hogy kuka, a régi szerelem, igen? Annyira kellene. Mi van a régi fényképekkel? Hát azért vannak közös fényképek, azzal mi van? Hát ugye többnyire ezek ma már nem papírformában vannak, de akár. Neked van például összebújós Gergő fotód papíron, bekeretezve? Nincs itt, hanem... Hát nem itt, hát jó, hogy nem hozott be. Kurva lenne. Nem, hanem, hogy meg itt telerakod a Gergővel, és mi azt nézzük, hogy nektek régen milyen jó volt. Ide a hírszerkesztő szobában még nem hoztam be. Aztán a szorongás csillapítására és a rögeszmés gondolatok megállítására gyakorold az ősi jóga technikát, ez a 4-7-8 légzési sorrend. Ezt te tudod a legjobban, ez jó, ez a 4-7-8? Hát eleve a légzés technika sok mindenre jó, saját magad megnyugtatására leginkább, és ebben a helyzetben ez simán van, hogy mi az a 4-7-8? Ez nem egy ilyen felállás a Bayern Münchennek a Real ellen? 4-7-8, az mennyi? 11-19-en vannak a Bayernben? 4-7-8. Nem. Na és akkor itt van, hogy randevúz 10 különböző emberrel. Tehát indulj el, és aras. Hát szerintem ez hülyeség. Öltöz fel, sminkeld ki magad, kis parfüm ide, kis parfüm oda, és menj be a városba, barátnőket, stb. És pasíz. És vesd bele magad a felelőtlen nemi életbe. Így van, ezt javasolja Amy Chan, 38. Hát de Anett, ő nem azt mondja, hogy a 10 különböző emberrel egyszerre randiz. Nem, tudom, tehát értem, hanem, hogy egymás után sorban. Igen, de igen. Azt mondom, hogy nekem ez hát vegyél példát Laci anyjáról. Hát sokan példát vehetnének az anyámról. Rendben, köszi, kedves mama. Ő ezt a különböző emberes dolgot ezt csinálta, csak nem, a 10 nem feltétlenül állja meg a helyét. Na, Gyuri, neked sikerült a szakítási traumát a régi 7 percről mondjuk 15 percre kitolni? Tehát, hogy... Ennyire felszínesnek nézel engem? Ennyire, nem csak ennyire ismer. Azt érted, most az arcodon ezt látom, hogy igen. Igen, mert sose, tehát nem lehetett több 15 percnél, mert másnap reggel, amikor bejöttél, sosem mondtad azt, hogy bocsi, hadd hagysam a fejem az öletbe. Mert te vártad, hogy legyen már ilyen. Minden reggel úgy jön be. Szeretek vigasztalni.
Nem is húzza be magát annyira a pult alá a székkel, hogyha esetleg problémád van, akkor... Talán ma van az a reggel. De nem volt soha olyan, hogy bocsi, hogy melyik váladon pihenhetek meg, és sírhatok egy picit. Én olyan típus vagyok, hogy ettől még az élet zajlik, tehát ezt az ember magában tudja kezelni, ettől még nem kell, hogy mindenki ezt lássa, és mindenki ezzel foglalkozom körülöttem, hogy nekem éppen most rossz, nem? Hát te vidám vagy kifelé, de belül meg ég a krematórium. Igen, zokogok. Miért? Ja. Te nem ez a típus vagy amúgy? Én ilyennek ismerlek, hogy te is tartod magad. Én igyekszem tartani magam, de azért én megküldöm a hifi tornyot otthon, tehát én nagyon szeretem ilyenkor, hogy a zene, és ez pont a váltakozó, tehát ha nem is Nora Jones vagy Richard Marx, de tud lenni olyan, és aztán viszont azt váltja az AC/DC. AC/DC és Dido, mondjuk ez a mix? Így van, így van. És szeretném is, hogyha kiadnának okos lemezkiadók egy Dido AC/DC lemezt. Szakításra. Szakításra. Pont ez a hullámzás iszonyat jó. Hát akkor a Chardonnay a kezedben, a kanapén, egy 3 perc sírás, egy 3 perc üvöltés. És online repülőjegyvásárlás. Én ugyanígy utaznék. Online repülőjegyvásárlás, Karib-szigetek. Hazajöttem új autó. Tehát ez a terápiám. Aha. Én mondtam, hogy rengeteg tippel fogunk szolgálni a hallgatóknak. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ami másnak egy semmi, semmi, az neki maga a csoda. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? 3-7 elmúlt egy perccel, és látom, hogy itt az egyik témánkhoz, méghozzá, amikor idős embereket, idős, többnyire férfiakat egyébként kisemmiznek fiatalabb nők, ilyen álházasság, vagy nem ál, hanem igazából házasság kapcsán. Van egy pár ilyen sztori, de aztán rájöttem, hogy idős nőket is. Ott van nagyon sokszor ugye ezzel az eltartási szerződés. Bizony. Stb. Na jó, erre van néhány hallgatói sztorunk, de ez majd később. Laci. Te jössz, mi? Hát gyerekek! Jézusom, ezt nézd meg! Mi történt? Egy Mikulás a televízióban? Lovas intro. Nem az, hogy Mikulás a televízióban, de olyan göndör vatta van rajta, hogy ilyet még nem láttam. Mint egy igazi magyar puli úgy néz ki, nem? Hát ez lehet, hogy egy az egyben onnan, csak a szem elől le kellett vágni, hogy lásson. Igen. Na bocs. Na jó, igen. Szóval, hogy a testnevelés, gyerekek, hát a testnevelés, én nem is tudom, hogy ez a tantárgy az minek létezik abban maga, a formájában. Maga a szó is szörnyű, tehát ez a nevelik Bolzalmas. A testem. Nekem ne nevelje senki a testem, nem? Tornaóra. Az már jobb. A torna az rendben van. Az a baj, hogy nekem a tornaóra szóval érkezik meg. A gyerekkoromból a Tisza tornacipőnek az a gumi és vászon szaga. Igazad van, és nem csak tornát tanít, hiszen a torna, ugye talajtorna vagy szertorna. Igen. Az is kizár egy csomó minden más. Mondok egy nagyon jó szót, amit egyébként a németek használnak erre az oktatási... Körper... Nem. Sport. Ó! Oh! Tehát ilyen egyszerű ez a szó. Ilyen egyszerű ez a szó. Na de mondja, testnevelés, Jézusom. De azért jutott eszembe a dolog, mert képzeljétek el, hogy Dél-Afrikában egy fickó 3 perc 20 másodperc alatt fölmászott 50 méter magasra kötélen. Tehát ez az egyik leghasznosabb tudás, amit mondjuk Tom Cruise-on kívül, akciófilmen kívül senki nem használ semmire, és a testnevelés órán gyakorlatilag csak olyan dolgokat csinálunk, amit soha életünkben nem használunk. Én ezt nem is értettem egyébként. Tehát tudjátok, hogy én ugye Németországban is jártam iskolában, Magyarországon is jártam iskolában, és ez az értelmetlen, nyilván a testnek jó, tehát az izomzatnak, az ízületeknek, a nem tudom miknek jó, de olyan felesleges dolgokat kell csinálni, amit nyilván nem hasznosítasz, amúgy unalmasak, gyűlöletesek, szörnyűek. De mire gondolsz? Például a kötélmászás. Hát jó, van egy-egy ilyen felmérés, mikor egy, kell de minek? Mászni. De amúgy most is megkérdeztem, meg labdajátékokat játszol. Ja, persze, játszol. Hát akkor nálatok. De itt, én kérdeztem a lányomot, hogy, és nyilván van ez az amaz, tehát volt, hogy kézilabdáztak, ami tök jó, de van ez a kislabdadobás. Oh. Érted? És ez mondd már el nekem mi? Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen militarista hagyomány. Szerintem felkészítik a kis idióta gyerekeket a kézigránát dobásra. Nem viccelek, ez szerintem arra, nem viccelek, tényleg szerintem arra van. Kislabdadobás. Akkor mi van még? Szekrényugrás. Minek? Nekifutsz, van egy ilyen dobbantó, fölugrasz egy szekrényre, átbuk fent. Ami nem rajta. Is szekrény. Én így ugrottam bele full fejjel. Hanem egy papíramis bőrizével. Amit aztán nekünk kell visszaordani a szertárba. Így van. Tehát, és ez mire készített? Nem leszel edzettem. A kötélmászást én is csak úgy tudtam izgalmasabbá tenni, hogy egyszer középiskolában fölmásztam, és amikor a felmérő megvolt, akkor úgy, ahogy van szorítva a kötelet, így zsúgy végig lecsúsztam rajta. Oh. Igen. Csontig. Tehát jó, mondjuk akkor nem volt egy hónapig tesi nekem, tehát azért az ebből a szempontból praktikus így volt. Így jártál két bekötött kézzel, és mindent valaki nem, csinált helyette? Nem, tartottam föl, de nagyon nehezen tudtam írni. Tehát borzalmas volt. Tehát igazából... Én is. Én egyszerűen nem értettem ezeket a dolgokat. Mondom, értem, hogy mozog a, nem tudom, a
csontvázad, meg az izmaid, de miért nem lehet ezt szórakoztatóan csinálni? Tehát miért nem lehet a testnevelés, vagy a torna, vagy a sport, vagy nem, bárminek nevezzük, tényleg olyan, hogy legyenek ezek játékok, labdajátékok, esetleg futás. Szerintem a testépítés lenne egyébként a jó, mert akkor azzal mindenkinek lenne ereje, fejlődne szépen a teste, és az mellette lehetne egyébként mondjuk kosarazni, vagy labdázni. Ennek egyébként és ezeket vegyítették, és nagyon jó volt. Tehát általában foci volt, kosárlabda, hát 2006 és 2010 között. Tényleg egy ilyen négy tesi órán, vagy ötből talán egy volt olyan, hogy na fiúk, akkor most focizhattok, hattok, vagy esetleg kézilabdát. Basszus, hát arról szól, öröm a mozgás, persze, csapatsport, stb. De nem értem, hogy ez miért nem lehetett, vagy miért kell még ezt a régi porosz, vagy orosz, vagy nem tudom milyen módszert alkalmazni. Mondjanan egy bocs. Azt akartam mondani egyébként, hogy a legtöbb esetben meg olyan megalázó volt, mert ha nem tudtad megcsinálni, akkor rajtad röhögött mindenki. Az egész osztály. Igen, az egész osztály. És mondjuk én számtalanszor, én kötélre mászni nem is tudok. Tehát nem is tudtam akkor sem, és például én folyamatosan egyest kaptam akkor, és ráadásul még meg is aláztak, hogy nem tudsz, próbáld meg, nem tudok felmenni. De meg lehet bukni? A tesiből, készségtantárgy, úgyhogy... Meg lehet. Igen. Nem magyarul tudom, régen meg lehetett szerintem. Színötös vagy mindenből, tegyük föl, de tesiből nem megy a rúdmászás, akkor ez. Jó, de láttam már olyan embert, aki nem ötös tesiből. Akkor hát mi értelme van az egésznek? Persze. Mondd meg, mire jó a bordásfal? Létrának szar. A bordás? Tehát, hogy... mire jó? Nem jó létrának, mert a plafon van fölötte. Nem igazadban. Az, hogy olyan pici fokok vannak, érted? Tehát én nem mókus vagyok, olyan pici fokok vannak, hát igen, akkor legyen egy tisztességes alumínium létre. Nagyon jó a bordásfal például arra, hogy beakazd a lábad, ha felülést csinálsz. Nagyon jó a bordásfal arra, hogy kapaszkodj rajta, miközben a lábadat felhúzod fejmagasságba, és azzal megint csak hasizmot erősít. De nekem ilyen céljaim nem voltak így az életemben. Hát akkor hogy... neked és a bordásfalnak nincs nagyon meccés pontotok az életben. De nem, és azért gondolom, a te idődben már lehetett fölvenni márkás sportruházaton is. Ja, nálunk az a rettenetes ilyen középkék krepgatya volt, és az kötelező volt, és az atléta trikó. És hű, igen. Fehér atléta. Lányoknak meg ez a műszálas ilyen tornadressz. Tornadressz, bizony. És képzeljétek el, hogy ezt még gimiben is kellett, és ennél cikibb nem volt. Hogy de többi igen, órán is ezt kellett hordani? Nem, tesi órán. Kinek milyen szaga volt a torna zacskójában? Nem akarok erről beszélni. Hát ne viccelj. Hát tényleg a tornacipőnek a gumia, atléta trikó, amit nem vallottam be. És nem adod anyádnak oda kimosni, tehát az 3-4 hétig ugyanaz, az igen, bepálik, és valóban az a tornacipő, annak valami borzalmas szag volt, és az egészet nyilván a saját testszagod, még az izzadságod, a minden. Meg a többieké. Gyakorlatilag álcából bele van dobva egy szappan, soha nem használod, és tényleg senki nem zuhanzik le testnevelés után, és akkor az a szappan keverék, főleg, hogyha most a 70-es, 80-as évekre amikor bekerült már az zacskóba Adolf Dassler terméke, nem mondhatom ki, ugye? Ez így jó, ez Adolf Dassler terméke, akkor annak már nem volt olyan rém rossz szaga a gumiának. De ennyi. De ennyi, így van. Ilyen nosztalgikus, ahogy most mondjátok, így egészen jó kedvem lett tőle. Idézi a régi nagy teremfocikat, meg a többi tesi órát. Tehát ez nagyon jó. A büdös barátaiddal együtt? Igen, persze, ez hozzátartozott, kicsit szagosak volt. Sport az ezzel jár, szaggal. Nem hiszem, én nem tész. Hát én azt tudom, hogy Kabát Peti barátom elmondta nekem, hogy bocsi, a David Beckham, tudod milyen jó illata volt. De sosem egy ki a fejemből, azért, a sport nem ezzel jár. De izzadtál már meg, bocsi? Ez, hogy izzadtam már meg. Tudod, hát Gyuri, ez ezzel jár, hogy egy kicsit az ember utána szagos lesz. Hát ez természetes. Persze, de nem akkor izzadtam meg, jóval később, amikor felnőtt voltam, de akkor már mostam ruhát, meg mit tudom, ilyenek, jó öblítőm volt. Milyen egy női tornazacskó szaga? Hát kevésbé büdös, mint a fiúké, de azért a lányoknak is van egyébként a tornazacskójának elég érdekes illata. Tehát, és egyébként mi sem vittük haza rendszeresen, tehát heti egyszer, max pénteken. Ott lógott benn, vagy ott volt a szekrényben? A szekrényben, igen. Uh-huh. És nálunk sem volt divat. Ráadásul, hogyha le is akartunk tusolni, akkor csak hideg víz volt. Nekem ez rémlik gyerekkoromból. Egy ruhadarab volt ebben az acskóban, amitől a legjobban féltél, hogy még egyszer fel kell venni. Hát mondjuk tehát miután nekünk dresszbe kellett lenni, tehát nem a cipő, hanem akkor a dressz volt, ami a legbüdösebb volt. Igen, mert ez a nylon volt, és abba izzadt az ember. Fúj, nagyon. És jó volt újra belebújni szerdán? Nem, de én olyankor mindig felmentést kértem. Az a dressz egyébként, az hol kell összekapcsolni? Alul vagy, vagy nem, hátul? Nem, belebújsz. Tudod, ja, belebújsz. Aha, és akkor ilyen nyújtó. Aha, szerdán egy kicsit nyírkos volt a hétfői tesi. De tényleg de ezek ilyenek. Is, tehát, igen, miért nem lehet ezt is megreformálni? Annyi mindent megreformáltak már. Tényleg ott tartunk ma is, mint a 70-es években. Igen, és hogy tényleg semmi más nem tanít a testnevelés az iskolában, csak az, hogyha sportolsz, akkor büdös leszel, és büdös barátaid lesznek.
Ez a tanulsága a testnevelésnek. Még egy, a tornasor. Miért kell megalázni a kicsiket? Nem értem. Miért nem állhatsz úgy, ahogy akarsz? Ahogy a Real Madrid föláll, amikor éppen meccs van. Tehát miért kell az, hogy a legmagasabb, és akkor a végén, és nyilván ezt ha gimnáziumban vagy, 4 éven keresztül kell viselned, hogyha te törpe vagy, te mindig a sor végére kerülsz. Szerintem ezzel nincs baj. Miért? Te hol álltál? Én nagyon jó helyen, én nem voltam kicsi. Én is a harmadik, negyedik voltam. Miért nincs baj? Miért nincs baj ezzel? Hát miért nem állhatsz úgy, ahogy akarsz, magasságtól függetlenül? Miért kéne, miért érezze a legkisebb az, főleg amikor az első alkalomkor összeállítják a tornasort, és majd szembesül az, hogy ő az osztályban a legapróbb. Hát eddig is tudta. Nem hiszem. Ez szerintem nagyon durva. Azért, mert szép látvány a tornatanárnak? Igen, lehet, hogy ezt szereti. Tényleg nem tudom, mire van most. Mondd meg! Nekem valaki mondja meg ennek az értelmét. Hát, de most nagy a csend. Nagy bizony. Nincs értelme, de jól néz ki. Hát te is úgy rendezed el a konyhában a fűszereket, hogy hátra teszed a nagyobbakat, előre a izéket, majd a borsnak rosszul esik, hogy kisebb üvegben van. Nézd be nálam a fiókba, tele van fűszerrel, de aztán ott nincs rendszer. Tehát az teljesen. Nincs megkülönböztetett fűszer. Nálam a fűszer fiókban demokrácia van. Mindenki azt sem, amit akar. Lehet keveredni. De ne, hát ez lehet, hogy ezt tanítja, hogy ha tornasorba állsz, akkor rendben lesz a fűszeres fiókod. Mi az, amit hasznosítottatok ezekből a régi tornaskillekből? Tehát felnőtt korotokban, amikor olyan helyzetben, tehát a szekrényugrás, a kis labdadobás, a kötélmászás. Tehát volt-e olyan helyzet, mit tudom én, guatemalai dzsungelben ördögégetés elől fölmásztál egy nagy liánon, hogy nehogy téged égessenek el? Vagy... most az a te témád lesz akkor. Igen, hát nekem sajnos én nem tudtam semmit kamatoztatni. Vagy át kellett ugrani Afrikában egy orszarvon, ami pont akkor volt, mint egy szekrény a Kossuth Lajos általános iskolában. Már igazából tudok valamit, amit például tudok ilyen lécen menni egyenesen, és nem szoktam leesni. Hát, az nagyon hasznos. Végülis ezt is a tesi órán tanultam meg, az egyensúly. Jó, ezt én is szoktam ilyen virágágyásoknál gyakorolni. Jó, hát de amikor a szakadék alattad kb. 70 méter, akkor átmennél egy ilyen lécen, mert a gyerekkori skilled megvan? A kis büdös tornaruhádban? Hát biztos, hogy nem. No. Én kisre szállok a kocsiból. Igen. Ott a szakadék, hát majd a franc fogott egyensúlyozni a szélén. Fölnyom az ülésfűtést, kész. Semmi értelme. Semmi értelme, ahelyett, hogy tényleg valamilyen labdajáték, vagy valami tényleg olyas valamire megtanítanák a gyerekeket, amit azelőtt nem tudtak. Tényleg kézilabda, kosárlabda, futball. Cselezni, érted? Cselezni, úszni, stb. Oké, ma már erre van példa, nem azt mondom, hogy nincs, de hogy még mindig itt van a kislabdadobás, meg a helyben ugrás. Micsoda? Az a, hogy hívják, amikor legugolsz, és fel kell emelni. Ja, súlypont emelkedés. Gyerekek, minek? Abban nagyon jó voltam. Mutasd már meg. Na, gyere, de kiveri a mennyezetet. Nem tudok. Mi? Túl alacsony. Akkor ne nyújts fel a kezed, csak így. Fejjel le tudod venni a mennyezetet? Nem, Google le. A kezedet ne nyújts fel, akkor kivered a mennyezetet. Fejjel. Óriási vagy, Gyuri. Adjám, ez fejjel simán le lehet venni. Ez szép volt. Köszönöm. Szép. Tudod, milyen esetlen volt és hülyeségnek tartom? Hát nézd, ebben a helyzetben a feszülős farmeremben egy fejhallgatóval a fülemen talán nem volt profi, de megtettem, amit kértél. Köszönöm, Gyuri. Tényleg. Volt értelme. Abszolút. Volt értelme. Jövünk vissza nem sokára, az előbb már egy picit... megelőlegeztük ezt a témát. Itt van egy 86 éves bácsi, aki feleségül vette egy nála 37 évvel fiatalabb nőt, és a nő gyakorlatilag mindent örökölt, ahelyett, hogy a családja, a bácsi családja örökölte volna. Ez ilyen 100 milliós vagyon. Nagyon durva. A család próbálta a bíróságon, hogy próbálja talán még mindig alátámasztani azt, hogy beszámíthatatlan volt a bácsi, és ezért érvénytelenítsék a házasságot is, meg az örökséget. De az ezen a... túl mit lehet csinálni? Tehát a nagypapa igazából nem volt szerelmes, és... Na nem is az, hogy szerelmes, hanem hogy hülye volt, meg szenilis, tehát valami ilyesmit talán, de nem tudom, hogy utólag lehet-e. De az a baj, hogy ahogy bedobtuk ezt a témát, jött egy csomó SMS, hogy ez bizony nagyon sokszor előfordul. Főleg nagypapákat, fiatalabb nők behűítenek, de van, hogy nagymamákat is behűítenek, akár az ápolója, akár valaki, aki köt vele egy ilyen szerződést a lakása miatt. Rengeteg ilyen van, és hirtelen a család hoppon marad. Ezekkel a témákkal, vagy ezzel a témával foglalkozunk majd a hírek után. Ez az ország új ébresztő műsora, Bocskor Gáborra és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 7 óra 13 van. Jó reggelt! Hello! Szia, Laci! Szia, Bocsi! Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt, Gyuri! Jó reggelt! Anett, szia! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Így van. A főnök asztaláról érdeklődnek még mindig SMS-ben. Nagyon imádom. Ott vagyok. Na, gyerekek, mikor azt halljuk, hogy 86 évesen feleségül vette egy 49 éves nőt,
egy bácsi, akkor ugye az fogalmazódik meg bennünk, hogy tud élni az öreg, ez az! Kimaxolja az életet, igen. Igen. Valószínűleg van egy kabriója, szeretett volna beleülni a fiatal asszony, bizonyos okokból nyilván, és hát nem érdekmentes a kapcsolat. Egyébként nyilván ez jut eszébe az embernek. Neked ezek a hosszú távú terveid egyébként? Kabrió leválni a családról, és aztán csajozni Balatonfüreden? Figyelj, annyira jól tudod lefesteni ezt a dolgot, hogy egyébként kedvem lett hozzá. Persze! De hát, azért mondom, hogy az nem lehet egy cél, hogy szépen lassan elfogyunk, már csak kikönyöklő öreg emberek leszünk, az ablakon kikönyöklő, úgy értem, és a fiatalok viszik a pénzt. Vagy egyáltalán nem jut nekünk pénz. Tehát akkor már ez a kabriós Laci, igen, Balatonfüreden csajozik, 30-valahány 40 évvel fiatalabb csajjal. Az úgy jó, igen. Ez egy teljesen jónak tűnő dolog. El tudom képzelni, hogy így könnyedén eltűnnek a szerda délutánok. Abszolút, abszolút. Akkor is, hogyha kell a csajnak juttatni ezt, azt, amazt. Biztos, hogy kell. Mert egyébként, hát nyilvánvalóan erről van szó. Szóval képzeljétek el, hogy ez a bácsi, ez pár találkozás után elvette ezt a 37 évvel fiatalabb nőt, és meghalt, szegény, és a férfi teljes vagyona, ez közel 100 millió forintnyi, az a nőre szállt. Így van. Na most a család ennek nyilván nem örül. Mert egyrészt ugye kimaradt az örökségből, és másrészt nincs is nagyon kimaradt az örökségből. Tehát, hogy most próbálja a bíróság előtt bebizonyítani, hogy az idős úr beszámíthatatlan volt, melyet egyébként a hatóságok megalapozottnak tartanak, és a Pest megyei főügyészség most pert indított az ingatlan vagyon visszaszerzésére, és megtámadta magát a házasságkötést is. Nagyon érdekes egyébként, mert valami 10 nap alatt, tehát valami parkban összeismerkedtek. Igen. És 10 nap múlva már mentek a házasságkötő terembe. Így van, és akkor mondták, hogy nem, most menjenek vissza, bácsi, meg kedves hölgy, menjenek vissza, mert 30 napot kell várni. Tehát ha bejelentik, onnantól 30 nap után tudnak legkorábban házasságot kötni. Ha 30 napot kibírja a szerelmük, akkor visszajöhetnek, mondták. Egyébként körülbelül erről szól. Igen. Ha 30 napot kibírnak, akkor ez egy tartós szerelem. Igen. Ez így van Magyarországon. Akkor jöjjön, tudom. Te is vártál 30 napot? Hát persze. Mit csináltál 30 nap alatt? Gondolkoztál? Nem, nekünk tényleg az utolsó pillanatban volt az, hogy a világ legnagyobb mellű anyakönyvvezetője volt, aki összeadott minket. Legnagyobb mellű? Hát egy ilyen hatalmas nemzeti szín pánttal volt összefogatva a nő. Hogy nehogy baj legyen. És kettő pántból kellett összevarni? Akkora volt? Nem, ő egyben volt, tehát szerintem azt tartotta. Saját esküvőzőn is ez maradt meg legjobban. Hát gondolj be, hát a másik az anyósom. Az anyakönyvvezető mellett. Az anyósom, aki annyira izgatott volt, bárkihez hozzáment volna, ha nem sietünk. De nem, hát tényleg, hogy még az élet az utolsó pillanatban is oda tesz a 30 nap végén neked egy ilyen anyakönyvvezetőt, hogy Laci, jól meggondoltad? Ja, hogy ő vonzó volt? Hát, voltak adottságai, mondjuk így. Jó, hát aztán... az, nem, hát van Müller Ceciliának is vannak adottságai, csak nem venném el. De ezért kérdezem, tehát ő vonzó volt? Igen, ő nem hasonlított. Ennyi. Az a legviccesebb, amikor Gyuri halkan röhög, amikor nem mer. Nem akartam megszakítani a monológot egy kis röhögéssel, de... Na jó, tehát a lényeg, hogy most nem is tudom, te sztori teljesen elvitt az én sztorimtól, a házasságkötés. Igen. A házasságkötés. Na, egyébként az a baj, hogy nekem is van ismerősöm, aki meséli, hogy a nagypapája teljesen meghűlt. És van lakása, meg van viszonylag tisztességes nyugdíja, de lassan már nem eszik, mert valahogy feltűnt a horizonton egy fiatal hölgy, aki ráadásul, ha minden igaz, büntetett előédetű is, és mindig valamiféle indokkal a papíról legombol némi pénzt. De és akkor ismerkedtek meg? Ezt nem tudom, tehát az egész sztorit nem tudom, nem is tudok egyébként sokkal bővebbet, de mindig jön, hogy mit összetörtem a telefonom, kéne új telefon, ad pénzt. Nem tudom, a nagymamám, vagy a nem tudom, rákos, és akkor kéne a kezelésért, mert arra nem, ad pénzt. Olyannyira, hogy gyakorlatilag már magától vonja meg a nagypapi, és nem eszik rendesen. De ez nagyon kemény, tehát egy nagy aljasság mögött még rengeteg kicsi aljasság. Erre, hogy hogyan szedje ki belőle a pénzt, és ez nagyon csúnya dolog az idős embernek. Meg szörnyű, hogy valószínűleg nem is lehet mivel rávezetni ezt az idős embert amúgy. Hát igen, tehát hogy mit mondasz neki, hogy mivel próbálod lebeszélni arról, hogy ez nem úgy van, ő igazából nem szeret téged, de közben igen, és a pénzről szól az egész. Hát igen. Bocsássatok meg, csak anyukám száma csörgött a zsebemben, és akkor mindig azt hiszem ilyenkor, hogy valami vészhelyzet van, de nem szólt bele, szerintem véletlenül nyomhatta meg. Okay. Na, elnézést. De ott tartunk, hogy a bácsit nem tudod eltéríteni attól, hogy ő igenis szereti ezt a Marikát, aki fiatalabbnál a 30 éve ugyan, és kell neki a pénz. Nem, abszolút, és én azt gondolom, hogyha ezek a bácsik, hát nyilván mi most csak bácsi helyébe tudjuk beleélni magunkat, maximum az Anett tud egy néni helyébe
nem tudom érezni, de hogyha kap még valami pluszt is a bácsi, már elnézést, hogy így fogalmazok, most csodálkozol? Nem, hát figyelek, hogy hova akarsz kiukadni. Nem, hát valószínűleg a Laci úgy reméli, hogy ez tényleg lesz azért, időskorban. Egyébként egyrészt, másrészt pedig ugye az én nagyapám azt csinálta, ő nem ment 30 évbe bele, ott egy pár évvel fiatalabb emőkét megszerzett magának, de ő azzal kezdte a kapcsolatokat, amikor érezte, hogy komolyra fordul, hogy rám, mint férfira ne számítson. És akkor ezzel így le is zárta ezt a dolgot, úgyhogy nálunk nem lett ebből ilyen pénzügyi kavarás. Na jó, de visszatérve az én boldog nagypapimra, mármint, hogy nem az a sajátomra, hanem az, aki megkapja. Igen. Még azt a heti egy, vagy nem tudom, és akkor figyelj, lehet, hogy boldogan fizet azért, nem? Hát biztos, hogy boldogan, hát szeretetet kap. Igen. Hát az a fajta minőség, az mondjuk, hogyha már a nagymami nem él, akkor visszaköltözik az életébe. Hát persze, meg egy idő után szerintem egy idős ember, aki már érzi az elmúlást, annak már olyan mindegy, hogy miért van vele az a nő, nem? Hogy a pénzért kapja azt a kis kényeztetést, vagy valódi érzelmek vannak mögött, nem tök mindegy. Abszolút igazad van, csak egy baj van, hogy nem mindegy a családnak. Tehát azért ott vannak gyerekek, vannak unokák, és ez a normális életrendje, hogy általában ugye az idősekről a családra marad esetleg valami. Tehát hát most igen, nem azt mondom, hogy nagy vagyon, de bármi is. Igen, hogy a családot tartja szem előtt, és nem herdálja el azt a pénzt, igen, ami egyébként a szeretné. És elherdálja, és a lakását megkapta ez a nő, stb. Szóval ez valahol azért nagyon durva, nem? Hát ő is érezheti azt egyébként, hogy hát az unokáim nem látogatnak, ő meg itt van velem mindig, jóban, rosszban, együtt vagyunk, és lehet, hogy ő is telebeszéli a fejét egyébként, hogy megint nem jöttek a lacikáért. Igen, és az eltartási szerződés az egyébként egy rendben lévő dolog, de általában vagy olyan, aki teljesen család nélküli idős ember köt, igen, gondolom ilyet, vagy olyan, akit meghűítenek. Tehát azért az idős nőket is meg lehet ám hűíteni. Ó, hogyne, persze. Nekünk az ismeretségi körünkben is volt olyan néni egyébként, aki csapott papot ott hagyott, és hasonlóan, mint a bácsi, mindent ráíratott arra a gondozójára. Igen, na, ilyen van. Sokszor ápolók veszik rá. Igen. Ott fekszenek, ott vagy Gyuri kómában, folyik beléd a propofol, és egyszer csak odajön az ápolónő, és azt mondja, hogy Gyuri, jó, ez jó érzés. Én meg kómában? Én most képzeld azt, hogy nő vagyok. Jó érzés. Ugye, milyen szörnyű? És aztán írd, ez gyorsan írd alá, mert hogyha bármi lesz, akkor tudod, és akkor jobb nálam, biztos, én majd vigyázok rá, majd akkor az unoká, és már írod is alá. Én meg csak azt mondom, hogy és kész. És ennyi. Aláírod. Hát hogyne? Persze, hogy aláírod, hát abban a helyzetben már egyébként, és lehet, hogy tényleg azt gondolod, hogy egyébként meg nem mindegy, hogy kié lesz, én már úgyse leszek, már úgyse élvezem azt a szép kilátást a lakásból, már nem tudok elmenni az állandó bérletemmel Hajdúszoboszlóra. Így van, pontosan. Jó, egyébként, ha én lennék 86, ti azt mondtátok itt az előzetesben, hogy ti rávernétek a kezemre, hogyha én 86, 80, mit tudom én, tök mindegy lennék, és tényleg engem egy ilyen, elcsavarja a fejem egy ilyen démonna. Akkor hogy akadályozzátok ezt meg? Hát én rendszeresen meglátogatnálak téged olyan nőkkel, akikkel együtt voltál, de mégsem irattál rájuk mindent. Emlékeztetnélek a régi önmagadra. Az exeimet felvonultatnád? Persze, egyesével minden hétvégére beírnék egy exedet, szerintem mit egy fél évre meglennénk. Szerinted ez a lelki terror, ez itt célt érne nála? Szerintem igen. A múltat. Tehát ott fölidéződne minden, hogy vele mi volt jó, hogy volt jó, aztán a vége, hogy nem volt jó esetleg, és akkor végül is nem irattam rá. És mit mondasz az én exeimnek, hogy miért kéne eljönni a 86 éves bocsi bácsihoz? Gyerekek, a Gábor meghűlt teljesen. El kell mennünk hozzá. Meg kell látogatnunk. Szerinted mi lenne a vélemény? Örökségből valamit egyébként? Hogy én magam jutalékot levennék-e belőle? De bocsi, örökségéből az exeknek valamit villantaná, hogyha sikerül leszedni róla ezt a démont, akkor majd hát lesz azok lóri? Tudják. Egyébként lehet, hogy kialakulna egy ilyen egészséges tizenfős verseny érte, és akkor abban a pillanatban nem lenne neked se egyértelmű, hogy kire iratod. Nem, most csak azon töröm a fejem, bocsánat, arra ragudjatok, csak hogy fognak kinézni az exeim akkor. De nem mész velük semmire. Mert ugye nem csodálkoznék nyilván, amikor a Laci beállítana az én exeim, és ott van, én mondom, mi ez aztán? Nem akarom mondani, milyen parti. Én biztos, hogy ha azt látnám, hogy nagy gáz van, és hogy nagyon le akar venni a nő, akkor én magamhoz vennélek. Biztos. De lebilincselné, vagy hogy? Tehát nem értem, akkor odahívom a nőt az új démont. Nem adom meg a címet, ahová bezártalak, ez lesz a trükköm. Nekem? Persze. Ja, egy pincében lefüggönyzött autóban elviszed szépen a családi házból, és akkor... De mi van, Gyuri, hogyha azt mondom, hogy de nem, mert Lilike nagyon aranyos, és neki csak rákos lett a tacskója, és arra kell neki a pénz. Abban a hónapban már harmadszor, igen. Ez a harmadik tacskója, igen. Ez egy ilyen rossz túltenyésztett vonal. Én kötelességemnek érezném, hogy vigyázzak rád, akár erőszakkal is.
Jé. Tacskók jönnek, mennek. És az öröm... Az öröm, amit nyújt Lili, azt hogy fogod pótolni? Mármint, bocs, hogy nem te. Tehát, hogy a... van egy határa ennek a barátságnak. De mi? De hát azért tudod, hogy... Jó, hát hogyha szerzek neked esetleg anyagiakért örömöt, az is sokkal olcsóbb lesz, mint a Lili tacskóit finanszírozni folyamatosan. Ez jó, ez mert igaz. Is egy ilyen életjáradékot akkor tulajdonképpen magának ki tud alakítani. Ez igaz. Na jó, kíváncsi vagyok, hogy milyen történet van a mi hallgatóinknál. Tényleg szeretnénk, hogyha elmesélnétek azt a helyzetet, amikor az idős rokonodat megbolondította egy férfi, vagy egy nő, egy fiatalabb férfi, egy fiatalabb nő, és végén vitte a családi vagyont. Vagy sikerült-e megmenteni az utolsó pillanatban? Ez is lehet. Mi volt a módszer, ami működött? Így van. Na, ezeket a sztorikat várjuk. SMS számunk 0620-22-22-122. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 8 elmúlt 6 perccel. Gyerekek, nagyon izgalmas sztorik jöttek itt SMS-ben. Sziasztok, én is így jártam, 25 milliót vittek el, ha akarjátok, elmondom, Lajos. Akkor, sziasztok, Lehel vagyok, én egy hadifogságot megjárt idős bácsi sofőrje voltam, arra utazott, hogy a nőket lenyúlja, de őt nyúlta le egy nő. Igen. Teljesen kifosztotta. Az igen. Igen. Igaza volt a nagypapának, az ő 100 milliója volt, az örökösnek legyen saját 100 milliója. Egyébként pedig, ha mindent feltett volna a pirosra, így legalább boldog volt az utolsó éveiben, üzeni Gabesz. Hát igen, ezt a nézőpontot azért mi nem tudhatjuk. Hmm. Aztán szerintem azért tudnak ezek a csalók célt érni, mert végre azt érzik, foglalkozik velük valaki, az idős emberek el vannak hanyagolva, sajnos, üzeni Judit. Nekem apámat csábította el egy fekete özvegy, 4 férfit semmizett ki, akik aztán meghaltak. Mindezt a mellettünk lévő lakásban. Ez elég érdekes, ha valaki sorozatban igen. csinálja. Na jó, nézzük meg a másik oldalt, a másik szemszöget ennek a történetnek. Jelentkezett nálunk egy úr, ő Laci bácsi, és azt mondja, hogy inkább az, aki törődik vele, semmint a családja, aki elhanyagolja. Itt van Laci bácsi. Szia Laci bácsi, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Szervusz! Na, hát ez nagyon érdekes, hogy mi ezt gyakorlatilag az egyik szemszöget világítottuk csak meg, az egyik oldal. Ez sajnos így igaz. Na, de te akkor ezek szerint a másik oldalon vagy. Mi a helyzet nálad? Nálam az a helyzet, hogy 15 évvel ezelőtt elhagyott a fiam, csak azért, mert megsértődött valamiért. Uh-huh. Nem tudtuk megbeszélni a dolgokat, telefonon keresztül akkor még vitatkoztunk egy fél órát, egy órát, másnap megint, aztán kész. És nem tudok róla semmit. 15 éve nem tudsz a fiadról? Nem tudok semmit. Bocs, hadd kérdezzem meg, hogy hány éves vagy, mert nagyon fiatalos a hangod egyébként. 83 vagyok. 83? Én igyekszem jól gondolkozni normálisan, szóval szellemileg tartom magam. Igen. Nos, tehát akkor a fiaddal nem beszélsz, más családtagod úgymond nincsen? Csak a fiadon nincsen, keresztül? Nincsen, így van. Unokád van? Nem tudom. Lehet, hogy van a fiamnál már, szerintem, mert én úgy hallottam, az ő baráti körével találkozgattam néha, akkor mondták, hogy megnősült meg minden. Jézus. Úgyhogy elképzelhető. Ez szörnyű, tehát, de akkor feltételezem, hogy van valaki melletted? Van mellettem egy kellemes hölgy, akit megismerkedtem. Én nekem mindig volt albérlőm. Ő is úgy került hozzám. És így az egyik, egy angyalföldi háromszobás lakást kell elképzelni. Uh-huh. És egyik szobát mindig kiadtam egy kis bevétel miatt, az jól esik, hogy kell egy kis nyugdíjkiegészítés. És innentől fogva akkor, hát megkedveltük egymást. Vásárolgat nekem, takarítgat, rendet rak minden. És jókat elbeszélgetünk. Egyébként komoly korkülönbség van? Nem olyan vészes, 15 év. 15 év, és tehát más nem, hanem egyszerűen ez egy barátság. Barátság, így van. Aha. De én úgy gondolom, hogy ő tényleg olyan szerencsétlenül járt az életbe, hogy őt viszont a férje fosztotta ki mindenéből, kiforgatta szinte. Tehát gyakorlatilag amit én rá tudok hagyni a lakást. És rá fogod hagyni a lakást. Elképzelhetően igen, nyilvánvaló. Hát ezek után nem fogom megkeresgetni azt a gyereket, aki engem elhanyagolt és letolt. Tehát innentől kezdve vigyázok arra, hogy ennek a nőnek azért ez az évekért biztosítsak valamit. Hálából?
Igen, olyan mindegy, hogy most mit csinálok velem, most vegye el a tanács az önkormányzat. Nem, Isten őriz, dehogy is. Csak ugye pontosan ez a, nem akarom mondani, nem akarok egyenlőségjelet tenni, hogy ez az a sztori, de ez az, ami úgy hangzik nekünk, hogy lehet, hogy ez a hölgy elég céltudatosan lépkedett bele a bizalmadba. Ezt teljesen kizárod? Nem. Azért zárom ki, mert úgy jött, hogy amikor megismerkedtünk, ő albérletet keresett. Értem. És eleinte nem is beszéltünk sokáig, szóval közel egy fél évig azt se tudtam, hogy mivel foglalkozik, mit csinál. Bocs, hogy ilyen indiszkrét vagyok, de ilyen kis plusz örömök, azok nincsenek benne a pakliban? Nincsenek. Jó, nem, csak azért, mert hát emberek vagyunk, és éppen a biztos, hogy... Ebben a korban már 80 fölött az ember nem foglalkozik ilyen. Nincs is rá szükség. Jó, hát ne keseríts el, azért vannak még terveim. Hát ne legyenek azért, elmondom. Neked is a 60 fölött elkezd csökkenni a libidód, 70 felé már talán be is áll. Oké. Hát ez most lehet, hátra. Hogy nem kellett volna Laci bácsi, viszont nagyon köszönjük, hogy elmondtad a történetet. Én nagyon szeretem a Gábort, nagyon szeretem, évtizedek óta hallgatom, de azért egy kicsit tisztába kell lenni azzal, hogy az élet működik, és öregszünk. Hát és ráadásul nem is sportol, mint a Laci, tehát ő hamarabb elhagyja magát. Na jó, ez nem teljesen, amennyit a Laci sportol, annyit én is, de ez most március óta, itt a Covid helyzet óta megállt. Viszont nagyon köszönjük a történetedet, és akkor kívánom, hogy így legyél boldog, ahogy te tervezed, is legyél igazságos ebben a, nagyon ebben szépen a kérdésben. Köszönjük szépen. Azért odafigyelek, jól van. Helyes. Köszi! Szia! Szia, Laci minden bácsi! Hello. Milyen jó fej volt, nem? Helyes. Milyen jó, ha valaki így észnél van 80 fölött. Abszolút. Na, itt van velünk még a Zsófi. Hello Zsófi, szia! Szia! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Na, nálad ugye a nagypapáról van szó. Vele mi történt? Így van. Hát a nagymamám elég korán meghalt, és mondta a szüleimnek, hogy a nagypapám hogy szeretne velük élni. Úgyhogy egy háromszobás panellakásba kötöttünk ki, az egyik szoba volt az ő, nyilván az enyém, egy idő után, amikor megszülettem, egy meg a szüleimé. És hát én már, amikor megszülettem, akkor már volt egy Kati nevezetű hölgy, aki az édesanyámnál 2 évvel volt fiatalabb. Uh-huh. Aki ott lakott. De ugye hát az ember, amikor oda születik, akkor ezzel nem nagyon tud mit kezdeni, én elfogadtam úgy, ahogy volt. Azt láttam, hogy azért elég rendesen járkáltak el bulizni. Akkor hány éves volt a nagyfater, amikor ez volt ez a bulizós kap is? Igen, csak 22-ben született, tehát ez azt jelenti, hogy én 75-ben, akkor 53 éves volt. Hát az, ami az oké. Okay. Igen. Hát egy olyan 15 éven keresztül volt a hölgy vele, és hát ugye később végbe jöttek a problémák, amikor kiderült, hogy egyszer csak eltűntek bakelit lemezek a lakásból, amit mint kiderült a közvetlen közelünkben lévő kocsmában értékesített, vagy a földszinti családi barátnál. De 15 év után kezdett el lopni, hát azért az eléggé. Nem 15 év után, csak 15 évig voltak cirka együtt. Ja, értem. Hát egy 80-as években. És a nagypapa mit szólt ehhez? Nagypapám tagadta, hogy a Kati erre nem képes, ez hülyeség. Még akkor is, amikor mindenki más mondta nekünk, de hidd már el, Bandi bácsi, ő jött le, és adta nekünk el a lemezeket, mint az övét. És akkor sem hitte el? Nem hitte el. És olyannyira nem, hogy egyszer csak a kis megtakarított pénzön így elég jól keresett, egy külkereskedelmi vállalatnak volt a gazdasági vezetője, és a kis megtakarított pénzért elment volna a bankba, vagy nem tudom, hogy akkor a postára, nem tudom, hol tárolta, és hát mondták, hogy hát az ő meghatalmazásával egy szőke hölgy elvitte ezt a pénzt, mert fölvette. Az mennyi volt? Jézusom. Hát sok, nem tudom megmondani most így a konkrétumot, mert 80-as évekről beszélünk, de a papa meghatalmazta valóban, vagy a nő hamisította akármit? Nem, nyilván. És olyannyira nem hitte, hogy a Kati erre képes, hogy hazament, és az anyámat, arra konkrétan emlékszem, hogy jól lecseszte azzal kapcsolatban, hogy biztos ő vette fel a pénzt. Jézusom. És mi lett a sorsuk? Hát a sors az lett, hogy előbb-utóbb elkezdtük zárni az ajtókat, a miénket, aztán utána kitiltottuk a lakásból, ugye 2/3 tulajdonban voltak a szüleim. Uh-huh. És akkor egy ideig még, amikor mi nem voltunk otthon, akkor ugye felcsorta a hölgyet a lakásba, aztán utána szépen elkopott, de hát elég rendesen lehúzta. Nagypapi él még? Nagypapi már nem el, sajnos. Uh-huh.
És sikerült azért megmenteni a hagyatékát? Sikerült, persze, persze. Most igen, nem is erről van szó, csak majdnem össze. Világos, nem, abszolút. És Kati valahol lófrál egyébként még? Kati valahol lófrál férjhez ment legjobb tudomásom szerint, de nem nagyon tudok róla semmit, és nem is nagyon szeretnék bevallom őszintén. Helyes, oké. Köszönjük, Zsófi, hogy elmondtad. Én köszönöm szépen. Köszi, szia! Szia, szia! Mennyi ilyen történet van, nem? Rengeteg. Nem is gondolná az ember tényleg. Tehát az unokázós csalókról rendszeresen hallunk, de hogy ebből is mennyi van. Kérdés, hogy azért mennyire csaló, mert ugye itt azt mondja, hogy már 53 éves korában együtt volt ezzel a Katival. Tehát ők valószínűleg egy párt alkottak, csak Kati szeretett lemezeket eladni. Igen, lehet, hogy... Kati szerette a bizniszt. Szerette a bizniszt, és azt mondta, hogy fonográf lemez sokat érhet a kocsmában. Mit csinálja? Vérében volt a kereskedelem, igen. Én egy ilyen eladó típus vagyok, mit csináljak? De valószínűleg nagypapi kapott is érte. Nem forintban. Gyerekek, játszunk, jó? Hungary Machine következik egy pár perc. Olyan szépen mondom, hanem Hungary Machine. Igen, egyre jobb. Következik egy pár perc múlva, most lehet hívni a Krisztit. Kriszti felveszi, és az első ügyest beadjuk adásba. 0-20-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! 8 óra lesz 10 perc múlva, gyerekek, nem hiszétek el, milyen történetek jönnek, de még a pénteki pizzafutár újra jelentkezett. Na. Jó reggelt. Igen. A pénteki borravaló téma jót tett Király Viktornak. Fogalmazunk úgy, hogy elképesztő borravalót kapott a futár tegnap. A nap süssön rátok. Hát ez gyerekek. Már megérte rádiósnak lenni. Igen, ha tényleg így van, Viktor védelmében mondom. Ilyenkor szoktad azt mondani, hogy szívesen. Egyébként igen. Mármint most kinek? A pizzásoknak üzenem, hogy szíves? Hát jó, hát én örülök, hogyha így van. Megkülönböző. Ezért szerintem a borravaló az mindenkinek a saját dolga, hogy ki mennyit ad. Tehát ezt persze. Kényszeríteni nem lehet. Valaki üzeni, hogy sziasztok, Rita vagyok Vas megyéből. Péntek reggel a 15 éves lányom azt mondta rátok két röhögés között, hogy végre egy nem unalmas beszélgetős műsor a rádióban. De aranyos. Na, most jönnek még egy pár sztori, jó? Nem, rövid leszek. Ügyvédként üzenik, számos hasonló üggyel találkoztam. A legszebb az volt, amikor délelőtt aláírásra került a tartási szerződés, délután az eltartott elhunyt. Azt a szentség. Na, van itt még szép. Sziasztok, a nagyapám már nem él, 80x évesen egy zuglói idősek otthonába költözött. Rendszeresen látogattuk. Pár sarokkal arrébb egy boltban ismerkedett meg egy mancival. Két hét alatt kb. 3 millió forint tűnt el a számlájáról készpénzfelvétellel. Úgy bukott le, hogy a csaj rácsörgött, amikor a szülinapján nálunk ebédelt. Anyám hozzáférést kért a banktól a számlaügyintézéshez. Nagynéném, aki NAV ellenőr, elijesztette Mancit egy félperces telefonbeszélgetéssel. Nagypapa magasról tett rá, hogy utódai mit kapnak az örökségéből, ezért lelkifurdalás nélkül adta Mancinak egy kis simogatásért, meg pár kedves szóért. Az idősek otthona észlelte, hogy több ilyen magányos papírt levadáztak már arrafelé, ez kb. 5 éve történt. Szép? Ez hihetetlen, tényleg hihetetlen, hogy mennyi van belőle, és mivel tudod megvédeni az idősebb rokonaidat? Sehogy. Sziasztok! Sehogy. Nekem a volt férjem és anyósom ajándékozta el a két generációs Balaton-Szentgyörgyi családi házat és egy harmadik emeleti keszthelyi lakást egy olyan embernek, akit kb. Másfél éve ismertek. Nagyon jó a műsorotok, Viki. Wow, gyerekek! De ezek az ilyen borzasztó dolgok. Amikor az ember azt mondaná, hogy nem lehetne azt bevezetni, hogy 70 év fölött családi hozzájárulással lehet ingatlant átiratni, hát, nem igen, tudom, micsoda. Az meg nagyon durván korlátozó. Egyfajta gyám alá helyezik. Igen. Na, hát a játékban a Norbi lesz a játékosunk. Szia Norbi, hello! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia Norbi! Na, az a jó, hogy vidám a kedved, ezt hallom rajtad. Fiú, szerintem el kell kezdenünk, jó? Jó, rendben. Szerintem vágjunk is bele. Parancsolj, itt van. Ma remekül vagyok, és a távolba viszlek, tehát nem lennék nélküled, zsebre raknám, még a fájdalom is nyaralni ment, nem tudott maradni, de az is kedves, hogy érdemes élni. Hűha? Hát... Hú, ez nem az egyszerűek közé tartozik. Nem lennék a helyedben. Nem. Nagyon ismert a dal. Az a helyzet, hogy nagyon ismert a dal, de most én is bajban lennék, ha nem látnám. Te tudod, Laci? Én látom, látod? Igen. Próbálok segíteni, a nagy formáció királynak az egyik dala egyébként. Minek? Formáció király. Hát ez is egy formáció, amiben ezt előadták, de volt neki másik. Ezzel nem mondtál túl sokat. Semmit nem mondtál ezzel, Laci, de... Hát, tényleg. Pedig az állítás igaz. Itt három hölgyel volt formációban. De most gondolsz valakire, de nem mindenki ugyanarra a személyre gondol, mint te.
Igen, ezért próbálok olyat mondani, amit lehet a tudni. A formáció király, neked a geszti eszedbe jutna erről? Nem. Oh. Előbb a kozsó. Meghallgatnánk még ezt. Persze. Tehát. Ma remekül vagyok, és a távolba viszlek, tehát nem lennék nélküled, zsebre raknám, még a fájdalom is nyaralni ment, nem tudott maradni, de az is kedves, hogy érdemes élni. Hú. Pedig az előbb segítettem nagyot. Nagyot. Elég igen, nagyot. Már csak stresszben vagyok, nem oda figyelek. Adj egy pofon magadnak. Jó. Vagy kérj meg valakit. Jó, vagyunk itt többen. Többen voltak is senki? Többen. Senki nem tudja? Senkinek semmi. A segítségemet se vette észre senki? Nem. Bocsi, konkrétan megmondta. Majd, hogy nem. Igen? Aha. Nem. Megmondtam a formáció királyt, és innentől már csak gondolkozni kéne, hogy milyen formációja volt neki. Jó, hát hogy jönnek itt már az okos ötletek, már Zambúgyi mit mondják. Ma remekül vagyok, és a távolba viszlek, tehát nem lennék nélküled, zsebre raknám, még a fájdalom is nyaralni ment, nem tudott maradni, de az is kedves, hogy érdemes élni. Remekül érzem magam, ezt gondolom megfordítva, jól érzem magam, még valami ilyesmi. Hát ilyesmi. Hát nem, sajnos. Na, hát többet nem tudunk, mert ez már nagy segítség volt. És azt nézem, hogy fejtették meg a hallgatóink, mert volt, igen, azért a többsége megfejtette. Bár félrevezető volt, de sajnos a tiéd az nem jött össze. Hát nagyon sajnálom. Ez volt a megfejtés. Jazz meg az lett volna ugye a zenekar, a formáció, hogy a Laci fogalmaz. És ma jól vagyok, ez volt a dal címe, valamelyiket kellett volna mondani ahhoz, hogy nyerjél. Sajnálom, Norbi. Hát sajnálom. Még egy kérdésem volna a Gyurihoz, hogy azt tudja esetleg, mert Örmény útról telefonálok, hogy tudja, hogy hol van. Én is, hogy mondtam volna, hogy Urkutra küldöm az ajándékcsomagodat, bárhol is van, és bárhogy is tudod-e, hogy hol van. De most, hogy nem Örmény, nyertél. Örménykút. Hát Örmény. Valahol. Út. Halványlag gőzöm nincs, Norbi. Hol van? Jó, örülök neki, akkor legalább én is tudtam egy fogós kérdést adni. De tudod, hogy bevezettük azt a szabályt, hogy ez küld egy ezrest, aki kérdez. Ja, jó. Szóval nem nyertél, és jössz egy ezressel. Jó, vagy egy bankszámlaszámot elküldöm. Adások kívül megdumáljuk, oké. Okay. Hívnak a jó. kollégáink. Vagy most egy ezrest, vagy amikor Gyuri idős lesz, akkor eltartjátok. Jó, rendben. De úgy is lehet, igen, mint a rendőrségnél, hogy most helyszíni bírság egy ezres, adáson kívül 10 000. Jó, teljesen oké. Na jó, Norbi, köszönjük szépen, legközelebb összejön. Jó, köszönöm. Sziasztok. Szia, hello. Na, jövünk vissza, és gyerekek, annyit fogok mondani, mint amit most is mondok, hogy Nicole, Fábián és Krisztián. Na mi ez? Ez is egy nagy formáció? Hát ez egyébként egy formáció, családnak hívják ők magukat hárman. Képzeljétek el, ez valóban egy család, egy abszolút heteró család, és ők gyakorlatilag egy nő és a két apa, mert hogy van egy közös gyerekük. Ki pontosan az apa, azt nem tudják, és ez egy érdekes dolog, mert mindenféle családmodellről hallottunk már. Mindenféle családmodellt kritizáltak is már. Azt mondják, hogy csak a heteró az az igazi. De ez egy heteró, tehát hogyha most a nagy szkeptikusoknak ez egy heteró család. Erre most ki kell találni valamit, hogy mit mondunk, mert ilyet még nem láttunk. Így van. A sztorit majd el fogjuk mondani, hogy lehet, hogy két apa van, és egy anya, plusz egy csecsemő egy családban, akik egyébként együtt is élnek. És hogy ezt hogyan lehet működtetni? Így van. Na jó, és megnézzük azt, hogy egyébként nem rossz ember. Ugye általában van egy apánk, az egyfajta apafigura, és akkor ahhoz orientálódunk. De nem biztos, hogy rossz ötlet az, hogyha van még egyfajta apafigura. És akkor már kétfelé tudsz. Így ami van. Az egyikből tetszik, a másikból nem, afelé mész. Pontosan így van. Na, ezen fogunk majd elgondolkozni, hogy amennyiben be tudnánk lőni magunknak két apát, akkor azok milyenek lennének például. Ja. Jó? Jövünk vissza a hírek. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. 8 óra 12 perc, jó reggelt újra, sziasztok! Mindenkinek jó hét kezdetet, ha lehet így fogalmazni, szia Laci! Jó reggelt, szia Bozsi! Hello Gyuri, jó reggelt, jó reggelt, szia Anett! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt neked is! Na, rám figyeltek? Persze. Igen, teljes mértékben. Ahogy te tévéműsorokat narrálsz, úgy senki. Tehát a ja, bocs! Rendezői változat. A valóság ott van. Elnézést, csak hát nekünk is kell valamivel szórakoznunk két megszólalás között. És ha ez mások élete, akkor ez mások élete. Jó van, oké, úgyse tudják most a hallgatók, miről persze. Van szó, pedig szívesen mondanám. Na mindegy. Jó, gyerekek, mondok három nevet, Nicole, Fábián és Krisztián. Képzeljétek el, ők nem testvérek, ők nem is valamilyen újabb, nem tudom, formáció, ahogy te szoktad mondani? Formáció, nem az állatos énekesből estek most ki. Így van, hanem
egy boldog német család. Igen, így hárman együtt, ebből kikövetkeztetjük, hogy Nicole egy nő, Fábián és Krisztián ugye egy-egy férfi. Igen. És van egy közös gyermekük egyébként, 11 hónapos, és most kapaszkodjatok, mert ugye fogalmuk sincs, hogy melyik férfi az apa. Tehát, hogy Fábián-e az apa, vagy Krisztián-e az apa. Uh-huh. És ők együtt így élnek családként. Azt mondják, hogy nem is érdekli őket, hogy melyik a biológiai apa, mert az apai teendőket ők megosztják, és azt mondják, hogy a gyerek nagyon szereti, hogy három szülő is gondoskodik róluk. Tehát ez egy hetero család, abszolút. Aha. És elmondom a sztoriukat, jó? Csak hogy beleéljétek magatokat. Tehát ott van Nicole, ő az anya. Nicole és Krisztián, ők egy pár, összefutottak egy buliban Nicole exével, Fábiánnal. Ó, egyre szebb. Hát ilyen van. Hát ez előfordul, persze. Ez előfordul. Így van. Na most nagyon jóban lettek mind a hárman, és amikor Fábiánnak ilyen lakhatási gondjai akadtak, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy ideiglenesen oda költözik Nicolehoz és Krisztiánhoz. Milyen nagy lelkű ez a Krisztián? Persze, jöjjön az exed, lakjon itt velünk. Hát mi van abban? Hogy jó, de hát a Németországban azért ezt lazában kezelik. Tehát, igen? Sokkal. Tényleg. Tehát, hogyha az exed az mondjuk olyan helyzetbe kerül, akkor oda veszed magad mellé az új párodhoz. Simán el tudom képzelni, hogy ez, aha, jobban működik ott, mint nálunk. Így van. És na, oda költözött ideiglenesen, és akkor annyira jól működtek itt a dolgok így ebben a felállásban, hogy amikor Fábián, ugye az oda költözött, elkezdett randizgatni, akkor Nicole és Krisztián rájöttek, hogy ők azt szeretnék, hogy a Fábián nem randizgatna, hanem velük maradna. Mondták, hogy ne ismerkedj lányokkal, hiszen jó. Hiszen itt neked. Van Nicole. Hát itt. Igen. Igen, és régen milyen jól megértettétek egymást. Azóta együtt vannak, augusztusban indítottak egy blogot, hogy mások is beleláthassanak, hogy milyen a mindennapi életük. És hát nyilvánvalóan most mindenféle vita folyik arról, hogy mi az igazi családmodell, nyilván apa, anya, tehát ez klasszik, de ez ugye apa, anya. Igen. Hát nem apa, hát anya, hanem apa, anya. Így van. Tehát egy hetero család két apukával. Na. Jó, a gyereknemzés izgat valakit? Abszolút. Nem ja. Úgy, hogy mint tevékenység. Nem gyakorlatilag, hanem... Nem gyakorlatilag, hanem az hogy ők nem tudják, hogy ki a biológiai apa. Ezt is nehéz elhinni azért. Tehát, hogy egy férfi nem akarná tudni, hogy az a kis csöpség, akit nevelünk, akire költök, akinek mondom, hogy milyen az élet, akivel együtt játszom, hogy most az enyém, vagy nem az enyém. Hát ezt egy férfi tudni akarja. De mi? Hát mind a kettő férfi megtalálta örömét Nicole-ban, és valamelyiktől Nicole meg terhes lett. De nem mindegy, amikor ők egy boldog család. Ez az van, ez az önzetlenség, hogy mindkét férfi megtalálta az örömét Nicole-ban, és ez a két férfinek így jó. Hát úgy tűnik. Nem, én se hiszem ezt el. És ráadásul egy ilyen női. Akkor befejezzük a történetet? Mert ha nem hiszitek el, akkor legyen 15 perc zene. Nem, mert elhiszed, és mi meg... És az nekünk elég. Ennyit akartuk kihozni. Anett nem hiszi el, vége. Akkor fiát. Szerintem egy nő is tudja, hogy kb. Nagyjából, hogy ki lehet az apa. De oké, ők nem hát tudják. Hát kb. Jó, hát nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyébként ez egy érdekes dolog, mert a gyerek ugye két apával, két különböző karakterű férfival nő fel, és ugye ott van még hozzá az anya minta, anya figura. Na, először is azt nézzük, hogy nektek van-e olyan ex-barátnőtök, akinek bírjátok a régebbi pasiát? Én szerencsére nem is ismerek ilyet, tehát én ezzel boldog is vagyok. Miért? Tehát, hogy azért, mert... Mérnéd magad hozzá? Én nagyon... Hát egyrészt mérném magam hozzá. Nyilván figyelnék Nicole-ra, hogy akkor most igazából most Fábiános vagy Krisztiános. Tehát, hogy azért alapvetően a monogámiát feltételezzük valakiről. Laci, én most nem azt kérdeztem, hogy együtt élnél-e vele, hanem, hogy egyszerűen van-e a Kingának olyan pas... Nem, a Nicole nem a te csajod, csak jelzem. Tehát, oh. Azért fel akart csatlakozni ebbe a kis német családba. Igen. Laci már belépett. Ha a kettő elfér, egy harmadiknak is van hely. Ja, Fábián, Krisztián és László. Plusz Nicole. Nem, Laci, nem ez a sztori. Nem. Hanem az, hogy van-e a Kingának ex-pasi, akit te bírsz. Nem találkoztam velük. Én erre mondom, hogy én ezt nem is bánom. Ez így van jól. Nem tudom, Gyuri? Nincs. Gondolkodtam rajta, nincs egyáltalán neked. Nekem volt ilyen. Hogy régi pasi előkerült, és... Régi pasi előkerült, együtt voltam a lányjal, és azt a pasit pattintotta le miattam. És aztán valahogy, nem tudom, véletlenül során összekerültünk, pont a lánynak talán a lakásán, és bemutatkoztunk, és mondta, hogy akkor te vagy az, akit pofán kéne vernem. Mondtam, hogy én. Igen. És képzeld el, olyan jót dumáltunk némi Sárdoné mellett, olyan jót dumáltunk órákon át, hogy a lány már nem is volt gyakorlatilag ott benne ebben a beszélgetésben. És aztán hónapokkal később, amikor a lányjal összevesztem, mi összefutottunk egy bárban, véletlenül, és
ő hívta fel a lányt, hogy engem kivékítsen vele. Hát te milyen jó ember. Jó ember. Hát azt el is tudtad volna képzelni, hogy mondjuk akkor így Nicole Blake mintájára ti is egy ilyen hármasban? De ezt mondtam most? Nem, csak hogy ez csak egy ártatlan kérdés volt, és amúgy én is kíváncsi vagyok rá. Nem, én csak azt mondom, hogy lehet egyébként szimpatikus a párodnak az exe. Attól még nem biztos, hogy az egy bunkó, mert előtte vele volt együtt, sőt. Hát persze. Sőt, valószínűleg egy vonalon mozog egyébként a nő férfiak tekintetében. De ez valószínűleg lépcsőről lépcsőre zajlott náluk hát is. Hát de Gyuri, lehet, hogy a csajodnak az exei azok mind ilyen kis mini Gyurik. Hát lehet, hogy tök jól kijönnél velük. Humorosak, nem. Viccesek, tájékozottak. Amennyit tudtam róluk, nem mini Gyurik. Kigyúrtak. Nem. Tehát egy minőségi lépés vagy? Abszolút, szerintem minden nő miatt. Akkor mégis tudsz róluk. Hát nyilván elmondások alapján tudok. Hát fényképeket néztél? Nem. Hm? Nem? Nem. Nem kérsz? Legközelebb? Adjak vagy kapsz? Nem, nekem nem kell. Adjak vagy kapsz? Vagy valami? Nem csak, hogy választhatnál. Mint élettársat. Te amúgy is szereted összehúzni a nadrágszíjat, hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Ugye ott tartottunk, hogy neki megvolt az első lépés, hogy összeköltözön egy ex-exével. És már órán beszélünk. Igen. Azonnal rám fordul. Én érzek itt többet, bocsinál egyébként. De ez nagyon rég volt, tehát nem, ha megbántam volna, se tudnám már összehúzni. Tehát most Gyuri a fehérre légy szíves, hívjad. Meg nincs is gyerekem tőle, tehát ezt a fajta családmodellt, ezt nem... Nem tudom, de ha most azt kérdezed tőlem, hogy mi, ha egy háztartásban éltünk volna, aha, mert a szimpátia akkora, akkor én elviselném-e, hogy a hölgy kedden velem, szerdán meg az illetővel, hál, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát ezt nekem ez nem fér bele. Ezt nem lehet kibírni. Persze. Ki lehet bírni, de nem szeretném. Nem jó érzés, igen. Hiába a haverkodás egyébként az üres időkben. Egyébként szerintem az lenne, hogy én azt nem értem, hogy a két férfi, hogy nem zár össze, nem? Az szokott lenni, amikor férfiak együtt vannak, és ott van egy nő, akkor általában a nő kirekesztődik, és a férfiak nagyon jól megértik egymást. Hát egyelőre még tartak. Hát jó 11 hónapos a csemete, tehát ez még egy viszonylag fiatal család. Hát... Majd meglátjuk, hogy ki az, aki kikopik ebből, lehet, hogy nem szerzünk erről tudomást. De itt van Kriszti. Kriszti itt dolgozik ugye velünk, és Krisztinek az áldott jó férje az Ati, aki szintén itt dolgozik velünk, és Ati is itt van ebben a stúdióban. Hello, Kriszti! Miért nem hallok? Ja, mert nem nyomta meg. Ja, akkor ja. Hello. Hello! Hello! Na, figyú, el tudnád-e képzelni azt, hogy a nagyon-nagyon szimpatikus exed, gondolj egy olyan exre, aki nagyon szimpatikus, és a nagyon-nagyon szimpatikus jelenlegi férjed Ati egy háztartásban élnének veled? De, érdekes lenne, de... De hogy fel lehetne osztani, meg gondold végig, hogy Ati miben jó, az a szimpatikus exed miben jó, és akkor fel lehetne osztani ezeket a dolgokat. Fel is osztanám az osztokat. Az biztos. Na, de hogyha tudnánk tipizálni, nagyon más karakter, mint az Ati? Igen. Nagyon. Tehát ő gyakorlatilag pluszt adna a dologhoz. Abszolút. Oké. Okay. Atit én próbálom karakterizálni. Ati egy nagyon-nagyon békés természetű, egy nagyon jó indulatú, tényleg így maga a jóság, picit lassú és halk, ugye? Igen. Így van. Komótos. Akkor az a másik ember, ő egy harsányabb? Igen, az a jó szó rá. Pont a harsány szó a legjobb. A bulizós, igen. Bulizós. Mindig menni valahova, mindig csinálni valamit. Úgyhogy okay. Ez teljesen jó. Ati szerintem gondoskodó és sok mindenhez ért, azt tudom, hogy remekül főz, technikai dolgokhoz is valamelyest, ő akkor gyakorlatilag semmihez, ugye? Ha akar, ért. Ha akar, ért. Ati értelmes, ő hogy van agyilag? Ő is értelmes. Ő is értelmes. Oké. Okay. Azért nem feltétlenül ellentéteket keresek magamnak. Jó, persze, nem, csak azt nézem. Jó, ilyen már volt. Ki az izmosabb? Ki az izmosabb? Ati. Ati az izmosabb? Ő akkor egy ilyen, hát Ati se egy kigyúrt csávó, ő akkor egy ilyen guruló gömbőc? Nem gömbőc, de nem olyan. Egy harsány gömbőc? Igen. Jó, mert vártam, hogy valamit mondj Ati mellett is, mert kezdtem félni. Jó, akkor ki miben jobb? Attila a főzésben, mondtad. És a gömbőc? Gömbőc? Az evésben. Igen. Nyilván. Nem, de hát vele el tudnék menni szórakozni, ha lehetne. És mire hazaérsz, akkor... kész a kaja? Igen. De ez tudnék egy vállalható dolog. Ati, szeretnél mikrofont ehhez most? Nem. Majd otthon. Mondom, úgy hergeld őket, hogy kettőjük között állok, tehát az első pofont én fogom kapni, bármelyik adja. Mondjuk az nem baj. Igen. Szerintetek ez a felállás gyerek szempontból tud ártalmas lenni?
Hát abból a szempontból, hogy egy gyerek elkezd manipulálni, elkezd ezzel játszani, hogy az egyik apa nem enged meg valamit, és akkor megyek a másikhoz, majd ő biztos megengedi, nem engedte, hogy Xboxozzak. De ezt anya és apa között is csinálhatod. Ezt apa is. Gyuri, neked segített volna, hogyha két homlok egyenes más beállítottságú apád van. Tehát most mondom a karaktert, mondjuk egy intellektuális asztrofizikus dinoszaurusz kutató etológus. És egy géplakatos cementöntő favágó sármőr. Tehát, hogy ez a két apa lenne, akkor ezt úgy bírtad volna. Nem hiszem, hogy ezzel a dinoszaurusz géplakatossal sokat beszélgettünk volna. A dinoszaurusz kutató az egyben asztrofizikus és etológus. Nem. De ő sokat mondott volna neked a világról, tehát ő azért bővítette volna a tájékozottságodat. Vagy a géplakatos cementőtő favágó sármőr. Tehát inkább hozzáhúztál volna? Igen, valószínűleg ő szórakoztatóbbnak tűnik, mint a csillagászasztrológus. Itt dinoszauruszlógus mi. Nagyon untatott volna ő szerintem. De ez az elegy, ez nem szórakoztatott volna, hogy gyere Gyuri, ülj az ölembe, mesélek neked a csillagokról és a T-rexekről, és utána meg kimentsz cementet önteni, és megmutatja, hogy kell bicepszet villantani. Igen, mutogattam volna, hogy én mennék bicepszet villantani a kockás inges másik apámhoz. De most tőled kell hallgatnom a dinoszauruszokról. Nem, ez sok lett volna nekem. Egy is elég. Én nem tudom, szerintem mind a kettő az lett volna jó. Neked jó lett, jó. Neked is jó lett volna egy ilyen cementöntő favágó, nem? Plusz apa, mert akkor lett volna egy, de ha lett volna kettő, akkor én mondjuk ezt biztos csináltam volna. Hogy? Ide-oda mész? Ezt az oda-vissza dolgot. Én is csináltam volna. Hát ez simán, nem? Igen. Ez erre jó. Nem zavart volna titeket össze, hogy most mindenképpen valamelyikkel foglalkozni kell? Én nincs olyan, hogy nyugalom, mert valamelyik apád mindenképpen piszkál. Ezek nem atrocitálnak téged, hanem egyszerűen adnak valamiféle férfi képet, érted? Értem, de hát az embernek kell egy kis nyugi, és pont kell egy két szülő, nem? De ez nem úgy van, hogyha már elkezdesz elálmosodni az asztrofizikustól, akkor rátör a cementöntő is. Igen, ébredj, megyünk betonozni. Nincs mit lebetonozni, de akkor is öntünk. Igen. Na, Laci, nálad jobb helyzet lenne, hogyha mondjuk két nő lenne? Tehát az... Nálunk most jelen pillanatban otthon? Igen, tehát az lenne a... Nem lehet választani? Vagy jó, akkor még egy férfi jöjjön? Hát inkább még egy férfi legyen, hát ne viccelj már. Laci, akkor mesélj, hagyom neked a mikrofont. Hát fia, nejem eleve, tehát még egy nő ott lenne, ezek ketten egyfolytában beszélgetnének, és én ott vihetném neki egy pohár víz, tehát nem biztos, hogy ez nekem olyan jó lenne. Hát nem tudom, nem minden fér szolga, tehát hogyha neked ez ebben merül ki, de hát lehetne más is, tehát hogy a nejeddel megbeszélsz ezoterikus dolgokat és intellektuális izéket, és a másik fele. Hát a másik feleséged az meg egy ilyen, hát olyan, mint a harsány gömbölc. Tehát olyan... Akivel elmehetnék bulizni, amíg... Én boldog olasz mamma, arra gondol a... Aki bocsi. Főz. Arra gondolok? Hát a harsány gömbölc alatt én nekem... Az olasz? Mind a kettő jó lehet. Tehát egy pasi is tök jó lehet. Tehát egy csomó dolgot meg tudna csinálni. A ház körül el tudnánk együtt járni, szórakozni, dumálni. Nálad mi a legnagyobb segítség, amit a fantomnő milyen űrt pótolna? Hát, szerintem a háztartási szerelések. Tehát az biztos. A fantom nő? A fantom nő. A nő milyen űrt pótolna? Hát... Nagyon erre a két férfira akarja. Igen, nekem az simán bejött. Hát figyelj, szerezzünk valakit, ha ennyire kell? Vagy nem, mi van? Tényleg én is a Gyuri fajta nyugalmat szeretném. Tehát, hogy a két anyuka egymással el van, az nekem tökéletesen jó. Ők kibeszélgették magukat, és este én már csak a konklúzióval találkoznék. Az tök jó. Mit nevezünk konklúziónak? Amikor már megbeszéltek mindent, és a végén megvan a fő gondolat egy mondatban. Most... Jézus Mária. Mi van? Tehát nem, ez milyen családmód? Te ott vagy pasiként, és ott van két nő, és azt várod, hogy mikor beszélgetik ki egymást, és... Hát na jó, nem baj. Azt akarod hallani, hogy a 180 széles ágy helyett egy 240 széleset veszünk, azt is lehet? Akár, igen. Tehát veszünk egy 240-es ágyat, és akkor kényelmesen elférünk. De hol helyezkednél el? Tehát ott van. Hát középen. Mi? Ja, középen. Középen, persze. Aha. Persze, a hangulatomtól függően balra vagy jobbra fordulok. Aha. Tehát gyakorlatilag ott volna Erzsébet, László és Kinga, így? Aha. Mondjuk, hát nem biztos, hogy Erzsébet lenne, azért erre odafigyelek. Na jó, kérdezzük meg a hallgatókat, hogy nyilván mindenki nagyon boldog a mostani párjával, de ahogy a Krisztitől is kérdeztük, vagy a Gyuritól is az apa figurát, hogy meséljétek már el, hogy mi az a tulajdonság, ami az exedben megvolt, és örülnél, hogyha a mostani párodban is benne lenne, beleköltözne. Tehát valamelyest arról beszélünk, hogy mi az, ami hiányzik most. És hát nevezhetjük így, hogy igen, hogy az exed jó fej, lehet az most ugye teljesen mindegy, hogy most férfi vagy nőként hallgatsz bennünket, az exed tök jó fej, most boldog vagy a pároddal, de az exedben volt egy-két dolog, ami baromi jó lenne, hogyha lenne a mostani párodban is. És nem lenne baj, ha itt lenne. 0-20-22-22-122. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral.
és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 3904 perc múlva. Hát vannak itt ilyen jó exes történetek. Exem két volt pasiával is üzleti kapcsolatban állok, nincs semmi gond, Péter Győr. Ez még oké. Okay. Sziasztok, ha akarjátok, megyek Laciékhoz harmadiknak, festő és lakatos vagyok. Jaj, de jó. De csak így beugranál néha. Nem, ott élne. Veletek. Hát, majd az igényekről egyeztessünk. Na, várjál. Ex jó tulajdonságai, rugalmasság, kíváncsiság, nagyobb sebesség, huncutság. Hú, és... mi van a mostaniban? Igen, tehát hogy ezeket a remek tulajdonságokat odahagytad, akkor a szuper lehet a mostani. Ja. Kíváncsi, hogy tehát a mérleg másik serpenyőiben mi van, hogyha itt az exnél van a rugalmasság, kíváncsiság, nagyobb sebesség és huncutság. Sziasztok, Rita vagyok, 21 éve elváltam, 15 éve újra férhez mentem. Az exem és a jelenlegi férjem a legjobb barátok lettek. Az exemmel a mai napig óriási röhögésekkel tudunk poénkodni, a jelenlegi férjem sajnos nem érti az ironikus humoromat. Az milyen jó lehet, hogy ott ül és hallgatja, hogy milyen jól érzitek magatokat. Igen, de úgy látszik, hogy jó barátok, tehát ilyen téren nem zavarja. Szomszéd tanyán élt egy ilyen pár. Volt, hogy a kocsmában összevesztek a nőn, de nem úgy, hogy ma az enyém az ara, hanem hogy már pedig ma te jössz, öregem. Egyébként igen, erre nem ez is nagyon gondolunk. Ez nagyon jó. Jó reggel, drágáim, nagyon rég volt, az exem tulajdonságaiból áthozhattam volna valamit. A lovaglás. Úgy lovagolt, mint D'Artagnan, üzeni Pöpi a hentes. Az igen, de hát az... Mi? Ja. Milyen baj ezzel? De baj, dehogy baj. Hát mi? Dehogy baj. Hát látod, ebből látszik, hogy sokkal több kell egy kapcsolathoz ennél. Igen. Na jó, van, aki nem szeretne, most már beszél velünk, itt van Eszti. Hello, Eszti, jó reggelt, szia, hello. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Na, ez viszont tök érdekes, és azt hiszem, hogy teljesen sokak számára ismerős történet lehet. Na mesélj, mi az, ami az exedben, mondjuk azt, hogy egy nagyon kívánatos tulajdonság volt, amit szeretnél a jelenlegi párodban is. Hát ez nagyon egyszerű, én nagyon jól meg vagyok a jelenlegi párommal, viszont az exemben egyetlen egy dolog van, ami nagyon hiányzik, az, hogy ő imádta a kis kutyámat. Hmm. Tényleg nagyon szerette. Milyen kutyus egyébként? Csivava. Aha. Egy kis csivava, és ő tényleg kézből letette, oda szokta az asztalhoz, hagyta, hogy velünk aludjon az ágyban, rengeteget játszottunk vele, és a jelenlegi párom, viszont ő sem utálja, tehát szereti, de ő kimondottan, ő egy kutyának látja. Uh-huh. És hát te meg családtagnak láttad a kutyát, és az exed ugyanebben a... Hát nekem, igen, ő nem kutya, nekem ő anyapici babája, ahogy szokták mondani. Ja, Istenem. Szerintem, hogy ő nem kutya, úgyhogy én hozzászoktam ahhoz, hogy ő ágyban alszik, kézből letetem, meg ilyesmi, és a jelenlegi párom ezt hát finoman szólva sem nézi jó szemmel. Amit egyébként fogadjunk el, hogy ilyen is van, tehát... Persze, nyilván én próbálok ehhez alkalmazkodni, csak ez nem olyan egyszerű. Úgyhogy tulajdonképpen ez az egy olyan dolog van, ami... És egyébként hogy néz ki, mert nyilván a kutya megszokta azt, hogy fölmegy ugye az exednél, fölmegy az ágyba, a jelenlegi párod ezt nem engedi, akkor gyakorlatilag le van tiltva, és a kutya nem érti, hogy mi van? Igen, de egyébként nagyon szófogadom, mert tök hamar megértette ezt az új helyzetet, vagy hát, hogy elfogadta, de nem érti, és néha még sír az ágy mellett. Ezt az én anyai szívem nagyon nehezen viseli, de persze elfogadom, meg tiszteletbe tartom, és nyilván tudom, hogy a kutya úgy viselkedik, ahogy mi szoktatjuk, csak ez ugye nekem egy kicsit még így nehéz. Te és a kutyád megtanulta már, hogyha a párod nincs otthon, akkor lehet kézből lenni, meg ágyban feküdni, amikor hazajön, akkor gyorsan le? Igen. Ez az igazság, hogy most is itt fekszünk közel. Abszolút. Abszolút el tudom képzelni. És próbáltál a jelenlegi pároddal arról beszélni, hogy legyen már engedékenyebb? Rengeteget. Minden nap. Kinek az otthona ez? Hát ez jelen pillanatban az enyém. Mhm. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye itt nyilván te vagy a király, vagy a királynő, saját otthonod, a kutyád már megszokta, stb. Ugyanakkor meg azt is figyelembe kell venned, hogy nem feltétlenül szereti mindenki úgy az állatokat, hogy szőröstül, bőröstül, nyálastul, ágyastul. Persze, egyértelműen el is fogadom, de attól még egy kicsit azt kérdeztétek, hogy mi az, ami hiányzik. Persze, nem, abszolút. Neki, hogyha ez másképp lenne, de persze el kell fogadnom, hogy ez így van, tiszteletbe tartom is. Hajlandó vagyok kompromisszumokat kötni, csak mondjuk számomra ez az egyetlen ilyen nehézség. De csinálj ilyen kis titkos bosszúkat, hogy párod, jelenlegi párod fogkefélyét nyalasd össze a kutyával. Meg ilyen apróságokat, meg amikor csinálsz neki este kaját, akkor csempész bele egy kis kutyakaját és keverd szét. Jézus, ez azért nagyon gonosz lenne.
Igazából az, hogy most itt fekszünk az ágyba, ez az én kis bosszum. Az nem, az a te jogod, drágám, az a, az a jogod. Oké, köszönjük szépen! Szívesen! Puszi, szia! Szia. Szép napot nektek, sziasztok! Hello, hello! Na Gyuri, tudnál együtt élni a, mit tudom én, párod lámájával, aki minden nap köszönés megnyalja az arcot? Nem, az a baj, hogy minden állattal tudnék együtt élni. Én imádom az állatokat. Ja, tényleg, ez igaz. Igen. Úgyhogy... Tehát, hogyha láma lenne, aki a lakásban lakik a pároddal együtt, és esetleg a fejét odahajtja a párnátokra, akkor az oké. Okay. Én bírnám, szerintem igen. Na jó, jövünk vissza és játszunk. Még hozzá hangcsapdát, és szerintem érdemes most telefonálni. Igen, a Krisztit hívjátok most 0620-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Hangcsapda. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz pontosan 10 perc múlva, és valaki például a kutyás sztorira azt írja, hogy nálam egy ilyen érzelmi bunkó már szóba se jöhetne, a kutyám többet érne. Ja, az már érzelmi bunkó, aki nem szereti az ágyban a csivavát. Igen, az, ez nekem is erős. Tehát én, mindenkinek mások a higiéniai, nem tudom, sztenderdjei, mondjuk így. És hogyha valaki érkezik, és egyébként szereti a kutyát, elmondta, de hát ő nem szeretné, ha az ágyban együtt feküdne, mert egyébként én is így voltam ezzel régen, amikor ugye kutyásan, családilag együtt voltunk, hogy ágyban nem. Nem kell a kutya oda. Legyen a kis de más meg másképp gondolja. Kint. Így van. Itt, tehát az nem érzelmi bunkó fel. Tehát a láma az mehetne az ágyba? Hát a patáját ne rakja fel azért az ágynemű. De oldalt lógassa ki, persze. De a kis lámaszőrös ánusza ott lehet a paplan alatt? Az nem szőrös. Hát itt dehogy nem, göndör. Minden, bármelyik állat bejön az ágyba, ott lesz a szőrös ánusza, ezt szögezzük le. Szögezzük le, de hát én nem tudom, hogy valószínűleg egy láma nagyobb, hát nagyobb a... Lehet, hogy egy varjó, hát, az jobb ilyen szempontból. Hát nagyobb csíkot húz a paplanon, úgy értem, hogyha megfordul. Ha megfordul. Milyen állataid voltak neked, hogy összefékcsikozták a paplanodat, de én még nem láttam ilyet. Minden állat, ez kötelező? Nem, csak én láttam ilyen farmokon teheneket, meg juhokat, és ott ilyen csimbókokkal rohangáltak a mezőn, és gondoltam, hogy bár lámát tényleg nem láttam itt, de feltétezem, a láma is ilyen hosszú a szőr, féktelen az ösztön, tehát hogy ilyen tényleg. Nagyon jó, hogy ezt kiterjedjük, ha fékcsikozna a láma a paplanomra, akkor nem jöhetne fel. Tehát csak egyszer. Egy fékcsik, és a láma tiplizik, az biztos. Kétszer is meg kell gondolni, hogy milyen ágyneműt veszel. Ennyi a titka. Na jó. Közben itt van velünk a Csaba. Hello Csaba, szia, jó reggelt! Szia! Szia, jó reggelt, itt vagyok. Na, Csaba, szerintem kezdjük el. Ugye hangcsapdát, igen, játszunk, azaz egy ismert ember hangja, tudod. Egy mondatát. Világos. Kivettük, összeszabdoltuk, és már is olykor felismerhetetlen. Mehet? Így van, persze, kezdhetjük. Oké. Tértem illetre, de nem kellettem oda ahhoz, amit a célhoz üztem. De előbb nem vett, tovább elért az út arra a mi, vagy utott esetben megvan az emberbesz. Dolgozom, az halósult az új volt neben. Azt is hisz ére, igaz, amiletem vágytam, hogy egy vagyat mondom, hogy nem. Bizony, nagyon ismerős. Ott van a füledben. Ott van a füledben. Nagyon sokat szerepel, igen. A mi kis falunkban. Nem játszik. Nem, de a sorozatra gondolsz, régebben ő egy nagyon nagy sorozatban nagyon sokat játszott, és fontos szereplő volt, ma már nem. Most inkább szombatonként látjuk valamelyik csatornán. Még egyszer? Még egyszer, ha kérhetném, okay. Igen. Értem illetve, de nem kellettem oda ahhoz, amit a célhoz üztem. De előbb nem vett, tovább elért az út arra a mi, vagy utott esetben megvan az emberbesz. Dolgozom, az halósult az új ötneben. Azt hisz ére, igaz, amiletem vágytam, hogy egy vagyat mondom, hogy nem. Bizony, sokat segített, bocsi, hogy gyakran látott szombat esténként, és ő nem a Stól András. Hű, na most akkor ki segített sokat? Szerintem... Ramona. Kis Ramona. Azt hiszem, hogy egész életemben, amire igazán vágytam, az úgy megvan. De... Nem mondom, hogy nem kellett érte dolgozni, vagy adott esetben szenvedni, de előbb vagy utóbb elértem oda arra az útra, illetve ahhoz a célhoz, amit kitűztem. Amit kitűzött. Barátok közt vonalra gondoltam, igen, és jó, utána ő ugrott be sorozat, igen, tehát egyből az ugrott be. Utána igen, de a Laci segített ebben, mert... Igen, és azért a segítség is azért egy nagy lökés volt.
Hát erősen. Egy nagyon, mert a mi kis falunk az egy, ha jól tudom, az egy tévút volt, nem? A Drága örökösökben egy-két szerepe volt, de a mi kis faluban úgy tudom, nem. Jó, hát nyilván a barátok közt volt, ami nagyon fontos az ő karrierében, de Csaba, az a lényeg, hogy megvan, úgyhogy ajándékok vannak. Ja, nehéz, köszönjük, de csak összejött. Az a lényeg. Mit szeretnél? Hát elsősorban híres nemes bocsizat is szeretnék kérni, mert nagyon nemes. Vágyom már rá. Nemes. Már híres nemes. Híres így nemes, van. Igen. Bocsi, félnyelzett bocsizacsi. Kérhetnénk esetleg bögrét? Igen, persze, lehet bögre. És akkor még egy szálkosarat is kell. Jó, rendben. Jó. Ez oké, köszönjük szépen, Csaba, majd hívnak később, jó? Köszönöm a játékot. Sziasztok. Szia, szia, hello, hello. Na, hát ez úgy volt sikeres, hogy Laci, te tényleg, amikor én egy picit segítek, akkor te úgy meglököd, tehát úgy rányomod a segítségbombát. Nem irít, vagy nem sajnálok. Szimpatikus volt valahogy. Csaba, azt gondoltam, hogy ne jó, ennyit, ne legközelebb. De nem, jól tetted, jó fej volt a Csaba, szerintem rendben volt. Egy szavatokba kerül, és szemét teszek a következővel. Post this video, young swipe, Skywalker. Laci, kérlek, segíts! Sajnos nem tudok, most szóltak, hogy ne segítsek. Anett, ha tehetnéd, akkor ezt a hangfájlt, ha tudnád örökre törölni, törölnéd? Hát ha nem is örökre, de tehát jó ezt így visszahallgatni, például egy héten egyszer, de nem úgy, hogy minden órában, minden percben, de egyébként figyelj. De nem semmisítenéd meg. Nem, de hogy is, hát ez is én vagyok. Jó. Ezt hozta meg neki a nagy áttörést, hát de hogy ezt mondtam én is. A tánc megélsz, igen, ezt a kettőt emleget. Így van. Na jó, jövünk vissza Vokcival, és ő neki lesz véleménye, hát ő egy, ugye beleesik ebbe a sávba, mármint hogy az idősek vásárlási sávjában, mert ugye azt hiszem vannak kalandok, amikor elindulnak az idősek 9 és 11 között. És mi nem tudjuk, hogy ott mi történik. Ki tudja, mi van a közérben, de Voga tud. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 9 óra 10 perc van, ismét itt vagyunk, jó reggelt. Hello, Laci! Szia, Bocsi, jó reggelt! Jó reggelt, Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Anett, neked is jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! No, van egy útinformunk, azaz egy közlekedési hírünk. Jó reggelt, Bocsi, útinfo, a 84-es főúton az 52-es kilométernél teljes útzár mindkét irányban, személyautó és kamion balesete, aki tud, kerüljön, szép napot nektek, Peti. Ez a 84-es az 52-es kilométernél. Aztán egy igen radikális vélemény, kutyának a lakáson kívül a helye, kutya házba megkötve, mint régen. Szüljön gyereket, azt fektesse maga mellé. Ó, Zocska, ez viccelő, azért kemény. Viccelő. Viccel, gondolod? Hát gondolom, igen. Remélem. Ezt ma már nem menné senki fölvállalni. Odahogy nem. Odahogy nem. Remélem. Chardonnay. Egyik legidősebb vevőmnek eladtam egy karton Chardonnay-t. Két hét múlva hívtam, hogy ízlik, mire ő, Jocikám, ez a kardonat, ez a finom. Joci a boldi, ez a kardon, kardonet. Igen, ott még lehet találkozni jó dolgokkal. Kardonet. Kardonet. Ez gyönyörű. Na, nézem, hogy van-e valami fontos. Nincs, hát akkor... A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban. Voga processzor úr! Hello! Sziasztok! Hello, Vokci! Jó reggelt! Jó reggelt nektek! Hát figyeljetek azért, ehhez a kutyás témához én is csatlakoznék, tehát a csivava csíkos ágyneművel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy a kutya kettős nevelése az ahhoz vezet, hogy egyszer a férjnek vagy a feleségnek átrágja a torkát a kis csivava. Hát kettős nevelés, értek? Nem tehet róla az asszony, hisz ugye az új pasi meg nem tűri. De hát te meg nagyon távol tartasz, te ugye laksz a belvárosban, és a te kutyád ott volt kint a parkban, nem? Igen, mindenki a helyén volt. Nem a parkban, hát az a faháznál, a kutya a faháznál volt a német juhász, a macska meg itthon a lakásban. Tehát érted, ez teljesen rendben van, ez így van rendben. De például de ágyban családnál... mászott a macska? Hát igen. Igen, de a macska az tiszta állat, tehát tudod, előbb végig nyalja. Igen. Először alul kezdik, tudod. És igen. És általában és úgy, hogy a mellkasodon fekszik. Igen, és utána megtisztítja a nyelvét a mellkas szőrzetet. Ja. Igen, persze. Vagy a hajadon, persze. Sőt, igen, így van. Hát a hajamon nekem, nem tudod, van egy kis problémám nekem ezzel, de ez nem egy hosszú téma. Tehát nálam, de észrevett, hogy a családban a macska szereti a nőknek a hajlakját leszedni a fejére. Mindig a Klárika fejét nyalogatta, amikor odaült. És a, Klárika és a sokat... anyukája volt. Persze, értem. Igen, igen. És a sokat beszélt, egy jó ragyot rávágott a fejére a mancsával, az bírtam.
A macskák, ami jobbikének. De ez megvan az a kép, amikor a Klárika beszél, és akkor képzeld, és úgy, és a macska fölemeli a radiátoron mögötte, fölemeli a belső lábát, és puff, egy marra nagyot rávágok. Ja, ezt már meséltem. Ne hazudj! Tudod, ne hazudj! A voga macskája persze ezerszer elmondtuk már, és sokaknak nem új, de ő a voga macskája tényleg WC-re járt WC-zni, és lehúzta utána. Bizony, jaj. De azért WC-papírt nem cserélte, amikor elfogyott. Nem, hát arra van a nyelve. Nem, abban bunkó volt, persze. De lehúzta egyébként. De nem mondtam, hogy mindig kinyalta. Na mindegy. Így van, ezek után egyél macska nyelvet, kész. Nem kell szó szerint érteni. Persze. De a gyerek tényleg utálta. Például a Vika utálta a krémest, mert mindig azzal, tudod, mikor este popsikenős, meg minden krém volt a családban, és akkor... Ja, hogy neki hittem, rossz asszociációja volt a krémben. Igen, 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 ez jött ki, hogy ez képsz krémes? Utálom, nem is ettél még. De... Na, Vokci, mesélj, azt sem tudom, hogy te az idősávon belül vagy kívül vagy. Hát én bőven belül vagyok. Belül vagy. Most várjatok már, mire gondolok. 65. Hát a... Jó, persze, hát jó, hogy 68 vagyok, hát ne ügyeskedj. Na, jó. Na, hát a lényeg az, hogy régen nem volt probléma, mert régen az volt, hogy mehet. Illetve most nincs probléma, bocsánat, mert régen az volt, hogy volt egy idősávod, azon belül mehet, és utána soha többet, tehát kénytelen voltál akkor vásárolni. Ez nem mondjuk nekem régen. A régen most úgy érted a március időszak. Tehát, a március igen. időszak, én az előző turnusban. Aha. Tehát nekem az nem volt probléma, mert ugye simán be tudtam menni a fiataloknak az idősávjában is, illetve nem mindig. Most lebuktattam persze természetesen magamat, mert az volt, hogy állandóan megállítottak az öregek sávjában, vagy mit tudom, az idősek sávjában, és mindig, háj, megöreg, és kell, hova mész? Tudod, tehát ízét... Hát igen, mert te ilyen kortalan vagy, sőt, hát ilyen teljesen fiatal képű. Igen, meg hát mit tudom én, tudod, izé, bakancs, nem is mondom a nevét, szűk, fekete farmer, izé, Jackie, stb., tudod, fekete... Tehát mint egy azért amerikai akcióhőség. De nem... köszi. Nincs mit. Még? Nincs jó. Oké. Okay. És hát... akkor... És akkor mindig utánad szól a csáva, és annyira rüheled, érted, jaj, nem már, tudod, jól is esik, meg nem is, de... És akkor, mikor már negyedszer vagy harmadszor állít meg, akkor ja, jó van, öreg, múltkor is találkoztunk, oké, mehetsz, nem érdekes. Hát igen, ám csak amikor mentél a másik idősávban, amikor ahova fiatalok járnak, akkor ha, most akkor mi van, ne hülyéskedj már, múltkor is, meg most ez így nem megy. És eljött az az időszak, amikor lehet, érted? Tehát akkor de akkor mehetek, neked. Amikor... Mármint csak persze, nektek. Csak... Igen. Hát így van, tehát mehetek az idősek sávjában is, meg mehetek a fiatalok sávjában is. Na és akkor a következő történik. Megyek egy ilyen kisáruházba, éppen hétvégén szombaton, amikor csak 10-ig van ez a limit, és már ott 10 óra előtt 6 perccel ott áll a nagy tömeg, várja, hogy kijöjjenek az idősebb, hogy is mondjam, vásárlótársak, kollégák, és akkor ők egyszerre bezuhannak, ugye, mert nem hogy tudom, ez kell. Csak tudni akarom, ez milyen áruház volt? Élelmiszer, vagy barkács, vagy... Élelmiszer, a barkács áruházban nem tolonganak szombaton délelőtt. Hát én nekem nem mond, az első koronahullámnál az volt a legdurvábban elfoglalt. Igazad van! Egy parkolóját nem kaptál, komolyan mondom, hogy simán be tudtál vásárolni egy ilyen multiban, de egy szöget nem tudtál venni bármelyik barkács áruházban, én háromba is elmentem, mert egy csapot kellett. Igen. Igazad van, mert festéket vettem, emlékszem annak idején, akkor sokat festettem a útonokat, és emlékszem, hogy ugyanez volt, és egyszerűen nem értettem. Igen. Hogy mindenki a betevő barkácskészletét akarja megvásárolni, félve attól, hogy mit tudom én, majd nem lesz kalapács. És erre föl, ugye, hát, tehát, mit tudom, 10 óra, hétvége, és átvágom magam a tövegem, és hangoztatom közben, hogy elnézést, én kiváltságos vagyok, érted? Mert... Ezzel a szóval? Hát nem, azt mondtam, azt mondtam, kiválasztott vagyok. Igen, előtte láttam egy filmet, ahol a repülőre, tudod, úgy lehetett csak menni, hogy kisorsolták Amerikában, tudjátok, a világ vége van, akkor kisorsolják Amerikában, hogy ki mehet föl a repülőre. És akkor ez egy ilyen halállottó, vagy mi a fenne, és akkor ott hallottam, hogy ez kiválasztott vagyok, elnézést, és marhára élveztem, mentem előre, és úgy megnyílik előttem az üvegajt, és úgy még vissza is néztem, hogy a lúzerek. És mindenki gyűlölt, mert azok sem hitték el, hogy mi van, és az őr is, tudod, úgy rájött, hogy húha, én most itt szem előtt vagyok, látják, hogy beengedek egy ilyen izét, egy ilyen suhancot, egy öreg suhancot. És megfogta a karomat.
gyerekek, azt rohadt. Melyik most, egy fiatal vagy egy idős? Egy fiatal. Ez a, az őr, ez egy fiatal. Nagyon ja, az őr. Ha, megfogta a karod, Jézusom. Volna. Megfogta a karom, képzeld el, ilyen biztonsági sárga mellény, és nagyon kövér ember volt, bocsásson meg ezért, de az volt, mert hát, és akkor azt mondja, hova-hova? Tényleg ebből nem vetted le, hogy átmentem az ajtón, hogy mégis merre megyek, milyen célal egy ilyen élelmiszeráruházban, és mondtam, hogy megyek be. Na de személyigazolvány, meg igazolja, meg hagyjál már, mit csinálsz, lelősz, és ott hagytam. Ő akart jönni utánam, de közben becsukódott félig, tudod, ez a fotocellás ajtó. Igen. És ugye hát ezért, hogy is mondjam, hátrányba került, meg hát ugye ő ott posztolt, ő nem hagyhatja el a helyét, mert hogy levettem a tömeg, meg már azt mondja, az rosszabb kinyit, az, menjünk, akkor induljunk. Ne jöjjenek, ne várj, mind intéz. És ő elindult, hogy majd ő szervezkedik. Én közben meg hát bementem a boltba, és bizony, kint is unszimpátiával találkoztam, tehát gyűlöltek kint is az emberek, hogy átmentem rajtuk. Bent meg az öregek is felemelték a fejüket, ez meg mit keres itt? Ez a mi és akkor tudod, ilyen, igen, ez az. És akkor tanácstalanul mondom, Jézusom, ilyen lehet, ez az érzés, amikor az ember kirekesztett. Na végre pusztán megtanultad. Pusztán csak azért lett. És ott állt az a sok kis rasszista vénember, érted? És engem kinéztek onnan, érted? És akkor megjelent édes az őr, a sárga mellényes, és a kollégájának mutatta, hogy az ott, az a fekete passzentos sapkás, az. És jött, hát én meg mint egy hülye apám ott a gondolák között rejtő, konspiráltam, érted? Azt mondom, rohadt életben, nem igaz, hát a végén tényleg elcsípnek itt, és nincs nálam semmilyen igazolvány. Erre föl, ahogy konspirálok, jön a fazon, kerülgeti a gondolákat, és egy öreg lány azt mondja, itt van! Micsoda infantilis közegben vagyok, nem hiszem el. Apám, és akkor megkapaszkodok egy pezsgőbe, mert azt akartam venni, és bekerítettek. Kövér egyik oldal. Itt van! Bent vagy a gondol, két gondola között, és egyik innen jön, a másik onnan jön. És tudod, mi áll, mint a film, meg a fiúk, oké, letettem a pezsgőt, föltettem a kezemet. megcsíptetek, érted? És erre az áru föltöltő, vagy feltöltő, vagy hogy mondják, áru töltögető föláll, aki ott googolt mellettem, pakolt az árut, föláll, azt mondja, tanár úr, hogy van? A megmentő. Mondom, itt a megmentő. És képzeld, megmentette a helyzetet. Kivágott ebből a slamasztikából, vagy kihúzott, és elmondta, hogy hát én tanítottam őt, és hát igen, én már benne vagyok, mert szoktunk beszélgetni, amikor ő rakosgatja zárt, és régóta nyugdíjas vagyok, és stb. Ezt és így lett vége a történetnek. Ebből annyit tanultam, hogy legközelebb, ha elmegyek vásárolni, legalább egy jogosítványt viszek magammal, hogy igazoljam, mert végül is a vezetéshez is kell. Tehát nagyon rossz lehet maga, tényleg egy olyan nem tudom, vékony gerendán táncolni, és most ebben vagy, ugye? És ebből nem tudsz kilépni, ez a simán elmész 50-esnek, vagy igen, a mások szemében, mit tudom én, 70-esnek. És mondjuk nekem is szerintem simán az 50-esnek mész el, de hogy igen, ez a kirekesztettség, ez a kor rasszizmus, ennek kitéve lenni, nagyon-nagyon kevesen érik át ezt a fajta megkülönböztetést. Ne, komolyan mondom, éreztem a gyűlölet hullámot, és itt szeretném felhívni a figyelmet, gyerekek, hogy ez a hülye helyzet a világra, ez ránk szakadt mindannyiunkra. Vokci. És ha már így megtámad mindannyiunkat, akkor legalább egymás ne bántsuk. Hát van itt annyi vírus, meg annyi baktérium, meg minden körül, úgyis, hogy ők uralják a világot, de egy ilyen hülye helyzet alakult ki. Akkor már ne utáljuk egymást, hogyha kialakítottak idősávokat a saját érdekünkbe. Érted? Egyetértek, de a renitencia, és rólad azt feltételezték, az aztán az nagyon nem szereti ez az ország, ez a nép. Na azt akartam tőled kérdezni, hogyha nincs nálad igazolvány, és te mégis biológia szakos vagy, hogy tudnád hitelt érdemlően ott az áruházban minden eszközt bevetve bizonyítani, hogy te elmúltál 65? Úgyhogy nincs nálad igazolvány. Én rájöttem, úgyhogy nem úgy kell járni, ahogy én járok, nem úgy kell öltözni, ahogy én öltözök, és nem úgy kell viselkedni. Tehát hétrét, ők úgy értelmezik, hogy hétrét kell görnyedned, hülye ruhákban, lehetőleg ilyen lógó, pufajka-szerű cuccokban. Így van.
Bagdadtól Kebaotba, és akkor mit tudom én... Banyaszekér. Most gondolkoztam, mi az a Tolkebaot, aztán már eljöttem, oké. Okay. Tolkebaot, igen. És akkor utána igen. Banyatank, igen, tehát így ez a standard, ez a, hogy is mondjam, a sztereotípia, amit elvárnak az emberektől. De egyébként figyeljetek, egy regény is lezajlik egy pillanat alatt előttem, mikor az előttem bemegy egy nő, aki szintén egy idősebb nő, és az őr, tudod, így beszélget az őrtársával, utána fordul, csokkolom, tessék csak megállni egy pillanatra, és megfordul a nő, és látom az arcán, hogy olyan boldog, érted, hogy őt fiatalabbnak nézték, és akkor azt mondja az őr, ja, köszönöm, nem érdekes. Miért megalázol? Jaj! És akkor tudod, törölgettem a kezemet a fertőtlenítől, és mondom, hogy Jézusom! Hát igen. Rohadt, te ilyen sértés a világon mint. Hát a sárga merényesek nagyon tudnak alázni, úgyhogy észre sem veszik. De érted ez a... Bocsánat, elnézést, hölgyem, álljon meg egy pillanatra. Igen, durva recsajon. Ó, köszönöm, nem érdekel. Azt és utána nem tetszik öregnek lenni, de... Igen, és megáll a... Kézes a nő, alig megy tízen, és akkor mit tudom, elmegyek mellett, és látom kézzel, de hogy azzal a kendővel, amit leszedett ezt a fertőtlenítő kendőt, és már rommát dörgölte a kocsi oldalát, mindent legizértve törölt vele, és utána a szemét törölget, érted? Tehát így megáll, és ugye az életén elgondolkodik, hogy hát most már tényleg megörögettem, hogyha a sárga mellényes is azt mondja. Tehát egy egész történet lezajlik ilyen pillanatok alatt az emberben, egy ilyen regény lejátszódik, hogy egy ember hogy ébred rá arra, hogy hát elmúlt az idő felett, vagy eljárt az idő felettem. Jaj, ez olyan szomorú vég volt, de vége volt, Vokcikám, sajnos. Igen. El kell, hogy búcsúzzunk újra, de köszönjük szépen ezt a tapasztalatot. Ez szörnyű lehetett. Vigye magad az igazolványt legközelebb. Igen, vezetéshez is kell, ugye. Így van. Köszönjük szépen, és cső kutya! Szia, Vokci! Cső kutya, sziasztok! Ezt teljesen át tudom érezni. A rejtélyek világa, mi lehet ott 8 és 10 között, amit mi nem tudunk? És ő elmondta. Igen. Fiúk, imádom Vogát, olyan jó velünk van, Varrós Júli üzeni, aztán Voga Gálné beárult. Gálné, úgy tudom, hogy ő sem él már. Azért aztán nem csak Voga mester mehet idősávon kívül, hanem bárki, csak az idősek védősávjában nem mehetnek a fiatalok. Szuper ez az SMS, de hát nem erről beszélt a Voga, hanem pontosan az idősek sávjáról beszélt, hogy szeretett volna a saját sávjába bejutni. És nem. Nyitás előtt, vagy hogy mondjam, sáv határidő előtt pár perccel. Ennyi. És akkor volt ez a kalandja. Na jó, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival, és egy érdekes családmodellt mutattunk be, ez egy valós németországi történet, ahol ugye két apa és egy anya neveli a közös gyereküket. Bizony, egyszer csak előkerült az ex, lakhatási gondjai voltak erre, az anya azt mondta, hogy miért ne lenne ennek a gyereknek két apja, és ennek egy csomó előnye is van. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor. Húha, 10 óra lesz 7 perc múlva, Iza megérkezett, szépen maszkban, ahogy kell, de mosolygósan, nagyon jó kedvű volt, láttátok? Igen, hát igen. Amennyi látszott a maszktól, de a szeme az csillogott. A szeme csillogott, mosolygott, gyönyörű volt. Voga témája, ezt üzenik, már kim van a helyén, Facebook Voga János rajongói oldal, Kecsubá üzente. Aztán, sziasztok, nem tudok beszélni itt 10 óra perc. Mi van? Elköszönéshez javaslom abszolút Viszlát, üzeni Iván, valamint Laci. Ha majd nálad lesz az új ernyőd, a boltokban meglátod, előre köszönnek az emberek, üzeni a McLaren-es. Már a maszkban is nagyon kedvesek lettek, amire rá van írva, hogy bocskor. Nagyon-nagyon szép az ernyő, mindenki irigyelte, tehát igen. Főleg Anett azt mondta, hogy hú, neki... Nekem nagyon tetszett, én. Igen. Jó lett volna nekem is, de a Laci nem adja kölcsön. Nem, láttam, hogy már nézett, hogy hova tudnád elrejteni előlem. És igazad lett Anett, mert elkezdett cseperegni az eső itt most a fővárosban. Mondtam én neked, hogy 9 óra körül. Igen. Abszolút. Fú, nagyon tudva. Kemény vagy. Igen. Azért összeszedtem magam. Így van. Na jó, hát akkor Iza folytatja, mi holnap jövünk vissza, holnap reggel 6 óra után. Pár perccel kezdünk. Jó szórakozást Izával és Gyuri szerintem. Viszlát! Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6-tól folytatódik a Retro Rádió vadonatúj reggeli sója. Vadonatúj reggeli sója. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján.